akkor még egyszer szeretettel köszöntjük Faidi Évát, és én arra gondoltam, hogy három részre hadd bontsuk az ő megszólalását, ha szabad. Nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk arról a boldog időszakról, ami 1943 előtt volt, jellemezte a családot. Ha jól mondom a dátumot, mert mintha 43 körül kezdett volna elromlani a világ körülöttetek igazán, és 43-44 ezek a legszörnyűbb idők. Erről a második szakaszban szóljunk, és a harmadik dolog, amit én megkérdeznék így, hogy hogyan lett mindabból a szenvedésből és lelki teherből, ami téged érte, egy ilyen új feladat, hogy te erről beszélj szóban, táncban, mindenféle módon az embereknek, és hogy mi a reménységed azzal kapcsolatban, amit így magadra vállaltál, honnan van ehhez erő benned, ha szabad megkérdezni, azt itt nyugodtan beszélhetsz bármiről, hogy ki kellett-e békülnöd a Jóistennel, vagy nem is volt vele semmi, nyugodtan beszélj erről, és nem fogjuk, itt bármit mondhatsz, mi nem ütközünk meg semmit. Jó. Akkor én erre a három dologra gondolok, és hát most te tudod megítélni, hogy a fahidiaknál vagy a vejszeknél kezded a történetedet. Ez én egyik ágam is vejsz volt, de ők ez olyan ritka név. Igen. Vejsz Riza volt, innen a Balaton déli oldalán, Tab környékéről való. Szóval, amire az ember megvédül úgy, mint én, és a történelem annyit belepofázik az életébe, mint az én generációmnak az életébe, addigra a gyermekkora oly mértékben támagasztosul, hogy a végén az már csak egy legenda. És amikor én megírtam a könyvemet, akkor mindenek előtt a családomnak akartam valamiféle emléket állítani. És visszaemlékeztem arra, hogy nagyon sok olyan nagyon szerető és összetartó család volt körülöttem, mint amilyen a magamé is volt. És a legnagyobb dicséret, amit valaha is az életben kaptam, az az volt, hogy a saját túlélő társaim, amikor elolvasták a könyvemet, akkor azt mondták nekem, hogy Éva, én is ugyanezekkel a szavakkal írtam volna meg, ha én írom meg, ennél nagyobb elismerés nincsen. Én nem tudtam még akkor, hogy megírom annak a kornak, amiben én gyermek voltam, az általános hangulatát, mert hisz ezt a visszhangot kapom, hogy általában akkor Debrecenben az olyan családok, mint az én családom, úgy éltek, ahogyan miénk. És az nagyon, nagyon érdekes, hogy az ember jár egy iskolába, mert iskolába járni kell, aztán minél távolabb van attól az időtől, amikor abba az iskolába járni kellett, annál kedvesebb lesz az az iskola. És én Debrecenben jártam, a Svetics leánynevelő intézetben jártam, mert ugye oda kellett járni, de minél távolabb vagyok tőle, annál jobban szeretem én azt a Svetics intézetet, és most úgy járok bele haza, mint haza. Abban a könyvben, amit én írtam, a családomról is, van nagyon sok tudatos szépítés. Az ember nem csak azért eufémizál, mert szép volt az a gyerekkor, hanem én a magam részéről egy kicsit azért is, mert azoknak a személyeknek, akikről írok, általában emberekről szeretek írni,
de azoknak a személyeknek is akartam valami nagy-nagy emléket állítani, mindenek előtt mondjuk az édesapám és az édesanyám, és a nyíltan körülöttem lévő családtagok részére. A Fahidi Ábrahám Adolf nagyapámnak, aki szabómester volt Kassán. Élete nagy műve, mindenek előtt a Retek Fánitól, aki a nagyanám volt, és nem ismertem. És már oda vagyok ettől, hogy Retek Fáninak hívták, hát már ez olyan, mint egy szimfónia, nem? Hogy lehet valakit Retek Fáninak hívni? Na szóval, Fahidi Ábrahám Adolf és Retek Fáni 10 gyermeket hoztak a világra, mind a 10 életben maradt. Ebből a 10-ből 8 volt fiú, az első 8, micsoda ajándék az örökké valótól, ugye, és a fiút ad valakinek. Na szóval ott volt 8 fiú és 2 lány, és aztán Retek Fáni úgy gondolta, hogy bevégezte azt, amit az Úristen elvárt tőle, hogy a 10 gyermeket felnevelt, nem kis dolog. És akkor behunyta a szemét, és szegény Ábrahámnak még egy másik feleséget is kellett venni, hisz volt ott egy csomó apró gyerek, ugye? Akkor már csak 2 lányig terjedt az erejéből, mind a 2 lány Auschwitz-Birkenau-ban halt meg. Már csak a koruk miatt is. Na szóval, és aztán amikor belegondolok mostanában, mindig el szoktam mondani, mert mindig, mikor kimondom Ábrahám Adolf nevét, akkor eszembe jut az, hogy egyetlen kenyérkereső volt, ugye? Időnként a családi létszám, nem is jól mondom, hanem általában a családi létszám 10 biztosan volt, később már nem, mert hisz a nagyobbak réges-régen kiröpültek, és a kicsik még jöttek. Ki tudnák kiszámolni nekem azt, hogy Ábrahám Adolf hányat öltött életében, szabó mesteri minőségében, ugye, hogy ezt a töménytelen sok ember fellevelje, és mindegyiknek kenyeret adott a kezébe. A 8 fia közül legtöbbre Miklós vitte, Fahidi Miklós, akiből körorvos lett Kassán. Aztán nagy tisztesség volt akkor, ha valakiből bankfiú lesz, ugye? Az is mit tudom én, mi mindent kellett, hogy tanuljon, és bankfiú lett az egyik. Aztán lett egyből tanár, aztán a polgári iskolát mindegyik elvégezte saját erejéből, mert Ábrahám Adolf 13 éves korában, ugye, mert akkor van a zsidóknál a felnőtté válás, az a bizonyos bár micvó, egy ünnepség, akkor azt mondta a fiainak, hogy édesfiam, 13 évig etettelek, akkor most, ha akarod, hogy legyen belőled valami, állj a saját 2 talpadra. Édesapámnak a legszebb történetei közé tartozott, amikor azt mesélte, hogy ő úgy kereste meg a tandíját az iskolában, hogy buta gyerekeket tanított, mert hogy időnként nekem is szükségem volt korrepetitorra, és akkor mindig nagy rosszallását fejezte ki, hogy, és elmondta azt, hogy ő buta gyerekeket tanított, és smolpasztás, tudjátok mi az a smolpaszta? Tudjátok, smolpasztás dobozba petróleumot öntött, és ott melengedte a kezét télen, mert hogy nem volt neki pénze arra, hogy fűtött szobában lakjon. És tehát mindegyik Fahidi fiú azért saját erőből elvégezte a polgáriskolát, és ha más nem, akkor derékkereskedő lett belőle, apámból is. Ami a szüleim közös életét illeti. Már egy kicsit ne szaladj előre, mert igen, engem érdekel még valami. De azt mondtad, hogy kicsit féltél ettől a nagyapától, aki nagyon, egyrészt nagyon vallásos volt, és mindig, amikor hozzátok érkezett, akkor nagy izgalom volt, hogy nem talál-e valami kivetni valót a konyhán, igen, és minden reggel elmondta az imáját, de aztán azt egy kis eperpálinkával leöblítette, mert az úgy jó. Így volt, jól emlékszem? Nagyon jól emlékszem. Gondosan elolvastad a könyvedet. Hát Ábrahám Adolf megér még egy-két mondatot, szó sincs róla. Szóval Ábrahám Adolf, ha az ember ránézett, már akkor nagyon félelmetes volt. Mert hogy
inkább egy aszkétához hasonlított. Sokkal inkább, mint egy szabómesterhez. A szabómesterség annyiban látszott rajta, hogy mindig olyan volt, mint akit most húztak ki a skatujából. Nem tudom, hogy csinálta, de örökké. Na, elég az hozzá, hogy valóban egy évben egyszer jött hozzánk Ábrahám Adolf látogatóba, akkor, amikor Lilakács most. Valamivel korábban, amikor a lila akác virágzott, mert hogy volt nálunk egy nagyon szép lila akác lugas. De amit ő ki akart vágatni? Nem? Nem tehát a lila akác neki... lugasra, ja, nem, hanem az én szobám ablaka elé volt. Ja, az a cseresznye és megyfa. Azt képzeljétek el, Janatka bácsi volt a szomszédunk, az volt a kertész. Janatka bácsi nagyon buzgón biztosítani akarta azt, hogy abban fába, ugye, amit beoltott, egész biztos megfogadjon az akármi, csak eltévesztette a két ótóágat, mert az egyik megy lett, a másik cseresznye lett. Hát ez valami olyan Isten ellen való dolog, nem? Hát a Jóisten ilyet nem teremt, hogy egy fából teremjen, megy is, meg cseresznye is, arra rettenetesen haragudott, és minden évben, amikor jött, mondta, hogy ezt ki kell vágni, mert ez Isten ellen való. Én meg nagyon szerettem. Pont azért szerettem, mert kinek volt még olyan fája rajtam kívül, hogy a fele cseresznye a fele megy. Hát az óriási, nem? Na, elég az hozzá, hogy itt kezdődött. A másik az volt, hogy ennek az Ábrahám Adolfnak nagyon szentséges kóser gyomra volt. Ez azt jelentette, hogy mindenki más azt tevett, amit akart. Nálunk mi nagyon nagy bűnben éltünk, mert mi még disznót is öltünk, nem is egyet, hanem kettőt, ja Istenem. Hát ő nálunk egy falatot meg nem evett, hanem valahonnan a világ végéről Debrecenbe hozatni kellett a kóser kaját. Na de azt a kóser kaját nem lehetett akárhova tenni, azt csak kóser helybe lehetett tenni, és akkor azt ott forrázták előtte, én nem tudom, mi mindent csináltak, azt a kredenc részt, és ketté kellett választani, mert és borzalmas volt különben is, ugye, mert nem volt csak egy jégszekrény. Na most abban az egy jégszekrényben, ami tréfli kajánk, a nagyapám fele teljes, fele szóval hús, ez valamire megoldhatatlan dolog volt, és ebből mindig mindenféle feszültség támad. És mindig, amikor idáig jöttök a mesében, akkor eszembe jut az, hogy édesanyám némi megjegyzéssel fűszerezte, ugye, ezt az egész procedúrát minden évben, amikor forrázták azt a szekrényt, meg itt volt a teljes, meg ott volt a ne. Na, és mindig el szoktam mondani, hogy édesanyám becsülétnél van, hogy édesapám jelenlétében soha egyetlen hangot nem mondott. De mondd, hogy a lila akác az hogy kerül ide, vagy az egyszerűen csak egy illusztráció, hogy akkor, amikor a lila akác... Mindig akkor jött nagyapám, amikor a lila... úgy látszik, szerette a lila akác, szolgas, mert oda bevette magát reggel, és elég félelmetes módon imádkozott. Az elég félelmetes az az imád, igen. Magára terítette. És én akkor még gyerek voltam, és nem fogtam fel, hogy ugye társadalmi megegyezések vannak a tekintetben, hogy ki hogy imádkozik, és milyen módon, és egyáltalán, és hogy azt mindenféleképpen tisztelni kell, akkor is, ha egyetértesz vele, akkor is, ha félsz tőle, vagy... Én nagyon féltem tőle. És aztán kicsit később felfedeztem azt, hogy oda, az imádkozáshoz így oda volt készítve egy kis stamperli, eper pálinka, mert hogy Debrecenben ismeritek azt az epret, ami fán terem, és annak valami szédítően jó pálinkája van, és Debrecenben egy ilyen ősoros dolog az az eper pálinka, és az volt neki oda készítve. És amikor már egy kicsikét több empátia volt bennem, van tizenvalahány éves koromban, akkor nem tudtam eldönteni, hogy most akkor, szóval sorrend, ugye, mert hogy nagyon hamar eltűnt onnan az az eper pálinka, és nem tudtam, hogy ez az imádkozás, aminek van egy ilyen repetíciós, hajlongós része is, vajon nem annak érdekében történt-e, abban a tempóban, hogy az az eper pálinka eltűnjék onnan. Minél hamarabb. Igen.
De a szüleidnél tereltelek el, mert akartál most már a szüleidről is beszélni egy kicsit. Igen, mert azt akartam... De másik nagypapáról nem akartál, vagy nagyszülőt? De, most akarok. Bocsánat. Igen. Azt akartam elmondani, hogy... Tehát van a zsidó hagyományban egy úgynevezett Sathen olás, ha tudjátok, hogy az mit jelent. Az egy intézmény, ami abból áll, hogy hát ugyebár fiatalok mindig is akarnak, különböző nemű fiatalok, és én nem tudom, hogy az a világ hogy van megcsinálva, de úgy, hogy a felnőttek, amikor én még gyerek voltam, akkor nagy részt azzal foglalkoztak, hogy összehozzák ezeket a fiatalokat a világ különböző táján. Nem tudom, sajnos, és nem volt már alkalmam arra, hogy azoktól, akik az én családomban hozzájárultak ahhoz, hogy anyám és apám egy párrá váljanak, hogy ezt hogy csinálták, de tudom, hogy nagy családi felkészülés volt hozzá. Minden esetre a végeredmény az, hogy teljesen különböző hátterű családból hozták össze apámat és anyámat. Ugye már mondtam, hogy a fahidiak, azok ki se lehet mondani, hogy hányan voltak, 14-en végül is, ugye? Nem, 12-en. 10 meg 12 gyerek volt apám részéről, ugye, hogy ott, ha az ember belegondol, hogy ahol ennyi gyerek van, egy gyerekre mennyi? Én tudom, hogy te is nagyon nagy létszám. És akkor fele. Jaj, annál 11 gyerek. Igen, az is, hogy ahol 11 gyerek van, mennyi gondosság jut egy gyerekre? Ugye, hogy egész biztos nem úgy, anyámék is voltak heten. De ugye, amint mondtam nektek, hogy hányat öltött Fahidi nagypapa egyedül, hogy eltartsa azt a töménytelen sok embert, anyám a világ másik véglete volt, hogy heten voltak ugyan, de hát ők hintón jártak meg, hogy egy nagy tanya volt a hátuk mögött meg, szóval ők voltak az a család, ahol nem beszéltek pénzről, nem beszéltek, mert olyan természetes dolog volt, és akkor ebből a két egészen különböző társadalmi háttérből összehoznak embereket, anyámat meg apámat. És én nem emlékszem, és egész biztos, hogy töménytelen sok feszültségnek kellett köztük lenni alapjáraton, nyilvánvaló, ugye? És mi ebből gyerekek soha nem éreztünk semmit. És már nagyon-nagyon felnőtt és visszaemlékező voltam, amikor erre gondoltam, hogy ez micsoda nehéz dolog lehetett mindkettőjük részéről. Még annyit kell mondani Weiss nagyapáról, hogy nem is tudok rá másképp visszagondolni, csak úgy, hogy nevetni kell. Egy derűs lélek volt, vagy pedig ti nevettetek rajta, vagy ő is veletek nevetett? Nem. Ott, ahol nagypapa megjelent, ott muszáj volt nevetni. Nem tudom, hogy hogy csinálta, mert hogy nem tudok a múltjáról semmit. A nagymama múltjáról, az anyák, nagyanyám múltjáról tudom. Ez most nem a Retegfáni, hanem... Nem a Retegfáni, hanem a Weiss, Alfred és Gross Ernestina nevű feleség. Mm. Most először a Weiss Alfredről beszéltem, ugye, hogy ahol ő volt, ott nevetni kellett. Nem tudom, hogy hogy csinálta, de nevetni kellett. Nem tudok a múltjáról tenni. Valahol belevész a homályba, hogy kalandor lélek volt, az egész biztos, mert ki volt Amerikában, de vissza is jött. Aztán később rájöttem arra, hogy azért jött vissza, mert ott dolgozni kellett volna. Biztos keményen, az nem biztos, hogy neki nagyon tetszett, de maga körül az életet nagyszerűen megszervezte. Az egyik legszebb mondata az volt, hogy ő elmondta, hogy nagytanya minden dűlőjében, minden négyzetméter földre, mikor
mennyit lágyát hordtak ki, mert az volt a legfontosabb. Tehát nagyon értett a gazdálkodáson, és nagyon jó gazda is volt. És nagyon tudott a mi gyerekek nyelvén beszélni. Heten voltunk azon az oldalon unokák, és én nagyon rossz evő voltam, és nekem azt a játékot találta ki, hogy mentünk a spájzba kolbászt lopni. Azt megettem, természetesen. És azt is tudtam, hogy a legfőbb ember körülötte, az a nem tudom én hány lipicai ló volt, amit éppen tenyésztett, mert hogy fogatos lipicaiakat tenyésztettünk, és ő meg egy ócska kárén járt, a kári az a olyan, mint egy doboz és két kereke van, és abban van belefogva a szultán, mert a szultán az ő pajtársa volt, mert Isten tudja, melyik legrégebbi fogatából volt az megmaradt öreg ló. A szultán volt az, aki rögtön megérezte, hogy kinek a kezébe van a gyeplő, mert nagyapám csak ezzel a káréval járt meg a szultánnal, és ha nem a nagyapám kezébe volt szultán, nem indult el, mert ehhez különleges receptorai voltak. Hát szóval ez, és ehhez tartozott az én Grosz Ernestina nagyanyám. Grosz Ernestinával az volt az óriási élményem, hogy fényképeket kaptam vissza természetesen, amikor visszajöttem. És a kezembe vettem azt a fényképet, Grosz Ernestina és szeretett férje Weiss Alfred volt lefényképezve. És nagyapa az pontosan olyan volt, amilyennek emlékeztem rá. Grosz Ernestina helyén én csak néztem, egy vasorúbába volt, mert én úgy emlékeztem Grosz Ernestinára, ez a tündérszép, világ legszebb öreg asszonya, mert olyan jóságos volt, és annyira nagyon szerettük, és néztem azt a képet, és kiderül, tőle rököljük a pupunkat, mert nagyanya, Grosz Ernestina igazi puppal született, és valami ebből a rendellenes gerincből még nekem is jutott, mint unokának, és az összes lányának, és érdekes módon csak a nőnemű utódaira hagyta rá. Elég az hozzá, hogy én úgy emlékeztem rá, hogy nincs is nálánál szebb öreg asszony. Nagyanya volt az, akihez az a nagyon kevés zsidó tradíció, amire emlékszem, kapcsolódik, mert nagymama pénteken este gyertyát gyújtott és imádkozott, és arra is emlékszem, hogy amikor húsvétkor lem voltunk a tanyán, akkor ott nagy cirkusz volt, meg ki lett cserélve az összes tányér, meg minden, szóval, mert ugye, hogy nem maradhat a zsidó hagyomány szerint semmiféle kovászos morzsa sem a lakásban, és akkor óriási nagy takarítás van, és még a tányérokat és a főzőedényt és mindent kicserélnek, és emlékszem rá, hogy ezt a tanyán megcsinálták, és még egy borzalomra emlékszem, mégpedig arra emlékszem, nem az a borzalom, hogy nekem akkor egy rúzsás csészém volt, szép piros nagy rúzsa volt rajta azon a fincsán, nem ez volt a borzalom, hanem az, hogy fogták a pászkát, így bele aprikálgálták, leöntötték forró kávéval, és azt képzelték, hogy én azt megeszem. És belém akarták tömni, ez volt a borzalom. Erről ennyi. Most bent a templomban, amikor megláttad a zongorát, akkor fölmerült benned, hogy lehet, hogy a te zongorád volt, mert egy ugyanilyen típusú, mint Kit, egy Förster zongora, csak egy nagyobb, egy D-modell volt ez. Itt ebben a ti családotokban, és emlékszem a könyvből egy fényképre is, ahol egy gyönyörű fiatal lány spárgában látható, az mintha te lennél, hogy ebben a családban a művészetek szeretete, zene és egyebek, akkor ezek szerint jelent volt? Na most egy kicsit szétbontjuk ezt.
A gyönyörű fiatal lány, az én vagyok 40 éves koromban. Az 40 éves kép? Bizony, drága. De azt hittem, hogy 18 éves. Nem, hanem a nagymamám púpja miatt. Bennünket rögtön, ahogy eszméltünk, már gyógytornára vittek, és az egész életünk abban tellett. Én már 3 éves koromban szoktam mondani, tudtam azt, hogy mi az, hogy klap módszer, mert az egy gyógytornak tartam módszer, amit én legkisebb eszmélésem óta, ha visszaemlékszem rá, mert csinálnom kellett. Tehát az, hogy tornázni kellett, gyógytornát kellett csinálni, és akkor ebből következett az, hogy ennek folytatásaként mi örökké tornáztunk meg, táncoltunk meg. Balettozni is akartál, de aztán ez nem jött be. A balettozásról az volt a helyzet, hogy volt Debrecenben egy intézmény, a Perccel, Karola néni, talán mond nektek valamit az a név, hogy Bercik Sára, mert a Perccel Karolának volt a fogadott lánya, a Bercik Sára, és a Karola néni dolgozta ki azt a csodálatos módszert, amiből aztán a Bercik Sára módszer lett, és Magyarországon egy ilyen mozgásművészeti nagyszerűség. Na, és ezt is kellett csinálnunk, mindent a nagymama púpja és a gerincrendellenesség jegyében. És szóval ez, hogy mozogni kell, hát ez igen. Na most ettől teljesen független volt, hogy én zongorázni akartam, ami egy ilyen állandó vitat. Mert hogy ugye édesapám azt akart, zongorázás abból nem lehet megélni, ez nem egy foglalkozás, meg különben, és édesanyám meg azt akart, hogy ha ennek a gyereknek van, akkor miért ne, stb. Na, tehát volt ez, hogy én is zongorázni akartam, és ez a gyönyörűség, amit itt meghallottunk, a Rachmaninov Cismol Prelude, az 1943 végétől hallható volt Debrecenben, a Szoboszlói úton, ahol én gyakoroltam. És ahogy ugye 44. április, március 19-én bejöttek a németek, és aztán akkortól közben már nem lehetett hallani. És valóban ezzel készültem a zeneakadémiai felvételemre, Bach francia szvittel, és a Mozart kisáldó szonátával, hát mindenki ismer, ez a török indulós szonáta, és ehelyett kikötöttem ugye Auschwitz-Birkenauban ennek ez a része, és az, hogy volt egy gyakorló zongorám, egy ilyen főster zongorám, mint ami itt van, és oda be volt jobb oldalon, be volt írva édesanyám nevével azt, hogy Fahidi, de amikor már megláttam közelre, akkor mert hogy az egy nagyobb méretű zongora volt, tehát nem lehetett az ennyi. Hát erről ennyit. Ott 43-ból a könyvedben van egy nagyon idilli kép a kertben, mi más szalonnát sütök, bocsánat, persze. Ott érünk. Hát persze. Igen. Igen. Nagyon vidám társaság, ott van alatt a családból ki, hol ül, te behajolva, nézel a kamera. Igen. Felé, és akkor úgy ez volt az utolsó boldog nyár. Tehát erről az időszakról, ami ugye a németek bejöveteléig tartott, valami egyebet még megőriztél emlékeidben, amire hát szívesen az, gondolsz vissza? Igen, természetesen azt a családi hangulatot, ami egész biztos nálatok is, hogyha visszaemlékeztek a gyerekkorotokra, többnyire ugye, amikor az ember gyerek, és akkor csomó felnőtt van körülötte, és általában mindenki szereti, és van egy ilyen nagy családi összetartás, és hát egy ilyen nagy létszámú család, mint a tiéd, egész biztos, nem? Ja, ez abszolút így van. Igen. És mikor költöztettek be Debrecenbe? Mert ugye ez a birtok, ez nem Debrecenbe volt a tanulmányok miatt? Vagy nem, az nem úgy van. Az úgy van, hogy én még most is abban a hitben élek, hogy mi a tanyán lakunk. Szó sem volt róla, mi Debrecenben laktunk. Én mindig azt hittem, annyira szerettem a tanyát, mert olyan izgalmas dolog. Ez melyik tanya volt?
ez úgy hívták, hogy nagytanya, ugye? Ben a topográfiai térképén az akkori Magyarországnak rajta van, oda is van írva, hogy nagytanya. És ez Miskolchoz esik közel, mondjuk egyszerhez. Na, mert azt hittem, olyan izgalmas volt az a tanya, holott minden évben csak augusztusban voltunk a tanyán. Én mindig azt hittem, hogy mi a tanyán lakunk. Pedig mi Debrecenben laktunk, és nem azért kellett Debrecenben menni, mert iskolába kellett menni, ott laktunk. És mindenit úgy beszélek, meg írtam róla, hogy ez a kép alakul ki, hogy dehogy laktunk mi a tanyán. Egy hónapot voltunk minden évben, augusztusban. Az volt a legfontosabb hónap. Igen, és hát akkor bármilyen nehéz is, térjünk át a második szakaszra, ami 43 után. Hogyan készültetek, vagy egyáltalán megfordult el fejetekben, hogy a világ ilyen borzasztóan megváltozik? Engem, megmondom miért érdekel ez, mert ha is annyi szörnyűség elhangzik, megtörténik, és emberek legyintenek rá, és azt mondják, hogy ilyen nem ismétlődhet meg, mint ami volt. Lehet, hogy az nem ismétlődhet meg, de nem volt akkor is egy ilyen légkör, vagy ez elképzelhetetlen, hogy ilyen borzalmak, szörnyűségek megtörténjenek, mint amit átéltetek, vagy pedig erre készültetek, szorongtatok, és úgy éreztétek, hogy egy szörnyűséges, sötét felhő van fölöttetek. A dolog nagy részt 70 év távlatából is megmagyarázhatatlan, mert hogy ez egy olyasfajta tömegpszichózis, és nem tudom, nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott az engem életemben. Tulajdonképpen én nem tudok rá egyértelmű magyarázatot adni, mert hogy amikor megszokták tőlem kérdezni, hogy mik a fontos dolgok az életben, volt az életemnek egy olyan korszaka, amikor azt mondtam, hogy ha úgy lehetne élni, hogy a történelem ne szóljon bele az ember életébe, mert hisz ez a kérdés, amit felteszel, ez is összefügg azzal, hogy a történelem mindig is beleszól az ember életében, hogy ez valahol ott kezdődött, 48-ban, 1848-ban, amikor egyenjogúságot kaptak a zsidók. És aminek következtében ugye óriási fejlődés indult meg, mert mindenek előtt tanulni lehetett, egyetemre lehetett menni, szabadon lehetett kereskedni, be lehetett költözni a városokba, ez mind nem volt azelőtt. És nagyon sok előnyt jelentett ez az egyenjogúság, és valahol talán a zsidók nem csak, hogy úgy érezték, az én családomban, az én nagyon kiterjedt családomban sem volt egyetlen része a családomnak, ahol ne lett volna vitrín, és a vitrínben a kis ezüst, meg nagy ezüst, meg Isten tudja miféle ki első világháborús kitüntetés, amit azok kaptak, azok a zsidók kaptak, akik nagy lelkesedéssel részt vettek az első világháborúban, és nagyon-nagyon mély magyar identitásunk, mondhatom én is, volt és lett, pontosan ezért, mert hogy nem azt mondták, mint a nemesorok, hogy vitamet sanguinem sad avénám non, ez családi mondás is volt, hogy mi nem csak életünket és vérünket, ha nem is zabot, de pénzt. Tehát úgy érezték a zsidók nagy része, felvilágosult zsidók, tanult zsidók, akik már egyetemet végeztek, úgy érezték, hogy ők életüket, az őseik életüket és vérüket és pénzüket is adták ezért a hazáért. Tehát mi volt ez a magyar identitás? És ennek a megmagyarázhatatlan és dőre és beláthatatlan következménye volt az, hogy tömegméretben hitték az nagy, de nagyon okos zsidók azt, hogy Magyarországon nem következhet be az, ami egész Európában. Ugye? Mert hogy
egész Európában. 1944. március 19-re Magyarországnak nem volt egyetlen határa sem, ahol nem a Wehrmacht állt volna. Tehát kvázi Magyarországon kívül mindenütt már Európában Németország volt. Hogy miért hitték azt pont a magyar zsidók, amikor már érvényben volt az összes zsidó törvény, és hogy ha most visszatekintünk, akkor annyira egyértelmű. 1920-ban hol volt Hitler? 1920-ban a modern Európában elsőnek zsidó ellenes törvényt hol ratifikáltak? Sehol máshogy, mint Magyarországon, nem Németországban. Tehát Magyarországon már 1920-ban zsidó ellenes törvény volt, jól lehet nem volt kimondva benne, de egyértelmű volt, ugye már az a bizonyos numerus clausus, hogy nem volt egyetlen olyan okos ember, nem jól mondom, mert volt egy-néhány okos ember Magyarország, okos zsidó Magyarországon, aki fogta magát és elment. Akinek esze volt, az elment 1933-ban Európából, de ha nem volt annyi esze, akkor legkésőbb 38-ban elment. És én már nagyon-nagyon felnőtt ember voltam, amikor elmertem jutni odáig, hogy egyáltalán kétségbe vontam nagyon tisztelt apám cselekedeteinek helyességét. És talán nincs egy éve annak, hogy ki tudtam mondani apám felelősségét abban, hogy bennünket deportáltak. És ennek a bizonyos tömegpszichózisnak, amit említettem, ami jellemezte az akkori zsidókat, 40-es évek körüli magyar zsidóságot, hogy egyrészt ez a történelmi háttér, az a nagyon-nagyon biztos és egyértelmű magyar identitás, ami nem biztos, hogy oda visszaszólt. Másrészt, amivel meg tudok bocsájtani, vagy meg tudtam bocsájtani apámnak. Amit úgy foglaltam össze magamban, hogy a kredenc elmélet, ugye, hogy apám jött a 12 gyermekes családból. 18 év alatt az édesanyám hozományával Fahédi Dezső lett belőle Debrecenben. Mindaz, ami az ő tulajdonát képezte, az az ő munkája volt. Nem lehetett ott hagyni. És nem csak ő volt az egyetlen, de ez a kredenc elmélet. Nagyon szép volt a kredenc az ebédlőben. Tehát ez ad valami felmentést ahhoz a hályokhoz, ugye, ami a szemük előtt levegőt is. Mert hogy ugye akkor már nem csak az 1920-as numerus clausus volt érvényben, hanem a 38-as, 39-as és 41-es törvény. És még itt azt a fél mondatot muszáj hozzámondanom, hogy a jelenlegi történelem az azóta megírt magyar történelem se azt mondja, hogy 4 zsidó törvény volt, pedig súlyos 4 zsidó, mindig 3-ról beszélünk. Tehát az a 3 is érvényben volt, aminek csak a végét mondom, 1941-ben. Muszáj hangsúlyozni a dátumot. Nem 44-ben, mikor bejöttek, 41-ben. Az volt, hogy fagyalázása közös házasság. 1941-ben. És még mindig, akkor már nem lehetett elmenni. Előbb kellett volna.
ezek a tényezők magyarázzák, hogy hogy lehetett idáig eljutni, el lehetett jutni. Sajnos az az élettapasztalatom van, amit említettél az elén, hogy arról beszélnek, hogy egyáltalán hogy volt meg szilárd meggyőződésem. Szilárd, nem az van, hogy félek tőle, szilárd meggyőződésem. Bármikor, bármit vissza lehet hozni a történelembe, bármikor. Ez a déjà vu, hogy én néha nem tudom eldönteni, hogy most 1938-ban, vagy 42, vagy akár 44, annyira hasonlít minden, és olyan nagyon picike kis lépés kellene csak, hogy... Tehát a tűzzel játszik, aki ebben a hangulatban... Én nem tudom ezt kimondani. Én nem tudom ezt kimondani, de hogy... Igen. Tulajdonképpen mindig késélen táncolunk. Hadd kérdezelek, hogy a Svetićben, vagy bárhol a tanulmányaid alatt téged ért bántalom a zsidóságod miatt? Ez egy nagyon jó kérdés, és elmondom neked, hogy miért. Mert az életnek rengeteg humora van, hogyha az ember nem érzékelni ezt a humort, akkor már rég neki ment volna a falnak. A következő volt a helyzet, hogy Debrecenben, a Svetić intézetben volt egy Mellau Márton nevű, nagyon tekintélyes igazgató úr, ő tanította a történelmet, felejthetetlen, bejött az osztályba, amikor első gimnazisták voltunk, felállt a katedrára és azt mondta, Magyarország a főurak és főpapok országa. És én kis Fahid Éva ültem a padban vele szemben, felejthetetlen, igazán az ötletem támad, hogy és akkor én hol vagyok? Erre nem adott magyarázatot, de nagyon nagy magyar volt. Ez a nagyon nagy magyarság, ez abban nyilvánult meg, hogy mindent utált, ami nem magyar. És ő úgy ítélte meg, hogy a nagyon nagy antiszemitizmus, a kicsi nem ugye, az benne van egy kicsit a mi történelmünkben is, de ez a nagyon, az nem magyar dolog, az német dolog, az neki nem kell. Tehát a Zárdában egyetlen egyértelmű diszonáns hang nem volt. A Zárdában nem volt zsidózás. Egyáltalán nem. Utolsó pillanatig nem volt zsidózás. Ehhez hozzájárult az is, hogy már Fahidi Adolf, nagyapám, nagy érzékkel rendelkezett a modernizmus, meg egyáltalán a modernizálás iránt, mert hogy Kassán ő volt az első mesterember, akinek be lett vezetve a műhelyébe a villany, és akkor ott már nem petróleum lámpa mellett kellett vakoskodnia, mi volt akkor inas, meg tanuló, meg mifele, és erre rettentő büszke volt. Na szóval ez a modernizálási hajlam, ez öröklődött apámnál is, mert hogy 1936-ban kikeresztelkedtünk, amitől Fahidi Adolf nem volt olyan nagyon boldog, ezt már nem tudta szegény követni, mert úgy élte meg, hogy cserben hagyta őt a fia, és nem is tudta felfogni, hogy történhetett ilyen. Tehát én 11 éves koromban, Zárdába járván, központi figura lettem ettől, ugye, hogy mindenki engem akart érintgetni. Ebből a szempontból is, és hogy mondjam neked, szóval minket nagyon szabad szellemben neveltek, mert azt mondták nekünk, hogy mindenre van tudományos magyarázat. Én is mondom azóta, szilárd meggyőződésem, mindenre van tudományos magyarázat. Nem akarom senkinek sem hitét, vagy nem tudom miért érinteni ezzel. Azt mondták nekünk, hogy csak kérdezni kell addig, amíg az ember valamit nem ért, amíg meg nem érti. Addig kell kérdezni, amíg megérti. És én már 11 éves nagylány voltam, és dogmákkal konfrontálódtam az én életemben, addig nem volt dogma. Nekem semmire nem mondták azt, hogy ezt el kell hinni, mert ez így van. Én
azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog mindenkinek az életében a hite. Azért fontos dolog, mert sok esetben olyan a hit, mint egy mankó, nagyon jó belekapaszkodni, és nagyon sok dolgot megmagyaráz az, hogyha az ember hinni tud. Ezt is kérdezted. A túlélők nagy része, vagy a túlélők egy része, nagyon vallásos zsidó volt, mielőtt deportálták. Az én túlélő társaim közül most egyetlen egynek sem jut eszembe a neve, aki megtartotta a hitet. Majdhogy nem lehetetlen. Annyira nincs magyarázat mindarra, ami történt, és ahol nem merül fel az emberben az a kérdés, hogy és akkor hol volt az Úristen? De van még egy mondatom hozzá. Sajnos nem biztos, hogy minden nagyon hívő ember, jó ember, de azt, hogy az ember igyekszik legalább jó ember lenni, nem biztos, hogy valamiféle felekezet hitéhez kell kötni. Egyetértünk. Minden esetre azt elmondhatom valóban, majdnem minden túlélő nevében, nagyon régóta nem gyűlölünk már, és ezt fontosnak tartom mindenit elmondani, abban, hogy nem gyűlölünk, tulajdonképpen van egy kis gőg. Az a gőg, hogy mi az igazi gyűlölet, azt mi tudjuk. Mi a túlélők, mert hisz olyan töménytelen mennyiségű gyűlöletet kellett elviselnünk és éreznünk a saját bőrünkön azt az alapgyűlöletet, ugye, ami azzal végződik, hogy megölnek bennünket. Ezt az ember nagyon érzi. És nagyon megtanulja azt is, hogy mit művel egy ember lelkéből a gyűlölet. És az a kicsi gőg, amit mondok, az, hogy nem akarjuk, hogy a mi lelkünk is ezzel legyen megfertőzve. Tehát nagyon régen kimondtuk már azt, hogy nem akarunk gyűlölni, és nem gyűlölünk. Bocsánat, csak közben megszólalt ez a telefon. Hadd kérdezelek, talán visszatérünk a gyűlölet kérdésére, mert ez nagyon érdekel. Annyit mondtál csak róla, hogy valami kis gőg van ebben, de van ebben más is szerintem, ez csak az egyik szín. Igen. De hadd kérdezelek, hogy amikor bejöttek a németek, milyen volt a hangulat? Tehát ezt tragédiaként élte meg a többségi lakosság is? Tehát úgy érezték, hogy azért, vagy ezt ti éreztétek, most a ti alatt zsidóságot értem, nekem is az egyik ágam innen jön, és ezért ezeket a tapasztalatokat hallom, mert hol ismerem. Igen. De általános volt az a hangulat, hogy itt valami szörnyű dolog történt, vagy pedig a zsidóság érezte, hogy na akkor most nagyon nagy a baj. Na szóval, ugye a történelmi háttér, a négy zsidó törvény, ami érvényben van, amitől tulajdonképpen nem is volt váratlan az, ami történt. Nagyon jól meg lehetett magyarulni, le lehetett belőle vezetni. Tehát nyilván
felnőtt korú zsidó férfiak munkaszolgálatban voltak. De ez már hamarabb elkezdődött, ez nem 44 márciusában. Hogy nem, mert nem tudom mikortól kezdve kellett, mindenki, akkor 21 éves korban lettünk nagyobbak, hogy minden 21 évesnél öregebb zsidó férfi munkatáborban volt. Tehát itthon voltak az öregek és a gyerekek. A négy zsidó törvény az azt eredményezte, hogy zsidót nem lehetett alkalmazni. Zsidó nem alkalmazhatott senkit, ez nem is volt tétel, hanem az, hogy mivel a zsidót sem lehetett alkalmazni. Műhelye már nem volt, a legkisebb cipész műhely, vagy asztalos műhely, és árjásítva volt. Ugye azt jelenti, hogy át kellett adni valakinek, aki nem zsidó. Trafik se lehetett? Hogy? Trafik se lehetett? Szerintem trafik nagyon régóta nem lehetett. A trafik annak idején, az ilyen, mindjárt kimondom azt a szót, a vitézek, hadi özvegy és hadi árva, és ebben a fogalomkörben volt foglalkozás, tehát már nagyon régen limitált volt, hogy kinek lehet a trafikja. Magyarul pénzkereseti lehetőség nem volt annak itt akkor már, és én arra is emlékszem, hogy például amikor eljutottunk odáig, hogy a gettóba vittek bennünket, akkor egy csomó ember már a gettóban éhezett, mert hisz honnan lett volna pénze, vagy egyáltalán is. De mi volt az alapkérdésem? Hogy hogy fogták fel? Igen. Tehát a lakosság többségének ez nem volt tragédia. Ez nekünk, zsidóknak volt tragédia. És abban a másodpercben tudtuk, hogy ez mit jelent. Valami kárörömöt éreztetek, vagy többségi lakosság? Tehát nem mondta azt, hogy hű, bejöttek a németek, mi lesz szegény Magyarországgal, most már ők diktálnak, és mi áldozatai vagyunk ennek a... Mert hogy a történelem, ugye, amit mindig emlegetek, és beleszól az életünkbe. Én nem voltam itthon, amikor az oroszok bejöttek. Felszoktam tenni azt a kérdést az embereknek, ez a téma, mert mindjárt állsz, hogy felszoktam tenni azt a kérdést, hogy vajon miért van az, hogy Magyarországra bejöttek az oroszok, és úgy viselkedtek, ahogy viselkedtek. És miért nem viselkedtek úgy Pozsonyban például? És közélemény kutatást szoktam folytatni, amiből kiderül, hogy azon ma 50-60 évesek sem, mind első ötletként kapják azt, hogy persze, hát Magyarország, a nagy, erős, hatalmas Magyarország 1941-ben annak a vacak kis Szovjetuniónak hadat üzent. Hát ide 1945-ben, vagy már 44-ben a Vörös Hadsereg úgy jött be, hogy ellenséges terület, ahol le fogják őket puffantani. Ez az apróság. Csehszlovákiában nem. Ez úgy fűződik ahhoz a kérdéshez, amit te feltettél. Hogy a magyar lakosság egésze. A Vörös Hadsereg felszabadítását úgy érte meg, mint a legnagyobb tragédiát, ami Magyarországgal történt. A német megszállás, nem? A magyar lakosságnak igen nagy része. Ezt úgy érte meg, mint valami boldogító cselekedetet, hiszen ugyebár érvényben volt az a négy zsidó törvény, és még Eichmann is azt vallotta Jeruzsálemben, amikor elfogták, két országra hivatkozott. Az egyik volt Dánia. Tehát az egyik volt Dánia, elmondta, hogy ezt személyes fájdalomként élte meg, hogy két éjszakán kimentették az összes zsidót. Nem sok volt, de azt a párat is kimentették.
neki ott semmi dolga nem volt. És azt mondta még, hogy a másik ilyen ország, ahol tulajdonképpen semmit nem valója nem volt, az Magyarország volt. Mert az Endref és a Baki államtitkár urak annyira mindent elvégeztek helyette, és annyira segítőkész volt minden intézmény. A MÁV, a csendőrség, a katonaság, az egész vezetőség és minden, neki már nem is volt mit tennie. Endre, nem Endrefi, Endre és Baki. Igen. Őket aztán háború bűnösként ki is végezték. Tehát akkor, amikor a dolgok rosszra fordultak, azért az első, vagy a béke utáni utolsó jelentős élmény az, hogy nektek gettóba kellett vonulnatok. Ez hol volt Debrecenben? Debrecenben volt egy kis gettó, meg egy nagy gettó, aztán összevágták a kettőt, és nagy szerencsénkre mindössze 51 napot töltöttünk abban a szörnyűséges gettóban, és tavaly történt velem az, hogy rájöttem valamire, amiről egész addig nem tudtam, és az a következő. Debrecenben legalábbis, de én gondolom, hogy akkor az egész országban ki kellett jelentkeznünk, akkor még rendőri bejelentő, meg kijelentő volt minden olyan alkalommal, amikor az ember lakást cserélt, vagy elköltözött innen, oda vagy onnan, minden. Elég az hozzá, hogy találkoztam két debreceni velem egyidős kislánnyal tavaly, amikor volt egy olyan periódus az életünkben, hogy majdnem ott töltöttük az egész életünket annál az inkriminált szobornál. Ugye, és én minden este, vagy majdnem minden este ott voltam, és tiltakoztunk. És akkor találkoztam ezzel a két kislányjal, és elmondták, hogy velük is az történt, hogy ugye hazajöttek, bementek a saját lakásukba, ami teljesen ki volt természetesen fosztva. Ellenben volt benne egy nagyméretű íróasztal, és az olyan nehéz volt, hogy ezt nem lehetett elcipelni. Kinyitották az íróasztalt, találtak benne egy rendőri bejelentőt és kijelentőt, amiről kiderült az, ugye, hogy az én édesanyám, meg az én szüleim, azok a 418 négyzetméteres lakásunkból kijelentkeztek önként. És bejelentkeztek egy 40 négyzetméteres szobába, amiben 10 voltunk önként, ugye, mert ezt ők maguk választották. Tehát semmi kényszer, ez a ti döntésetek volt. Igen. Tehát az egésznek az a látszata, pontosan mi akartuk, nem minket vittek a gettóba, de hogy vittek. Mentünk mi magunktól, hát ott a bizonyíték, nem? Óriási. Azt mondod, hogy 51 napot töltöttetek ott, és ha két mondattal tudsz valamit arról, hogy itt hogy telt az élet a gettóban? Igen. Természetesen. Mire készültetek? Óriási szorongással, mert szoktam idézni ezt a közmondást, hogy annál süketen nincs, mint aki nem akar hallani. Ha akartuk volna, akkor tudhattuk volna, mint ahogy tudtuk is, csak nem akartuk tudomásul venni, ezek más fogalmak. Hogy van koncentrációs tábor. Nem biztos, hogy azt tudtuk, hogy ilyen fajta haláltábor, mint Auschwitz-Birkenau létezik, de azt, hogy koncentrációs tábor van, és hogy oda deportálják a zsidókat, azt nem lehetett azért nem tudni. Azt lehetett, hogy az ember nem vette tudomásul. Tehát óriási szorongással telt, ugye, hogy és akkor mi lesz? Talán el tudjátok képzelni azt a folyamatot, amin egy ember keresztül megy, amikor ezzel kezdődik, ugye, hogy kijelentkezik a saját házából, és bejelentkezik egy lukba. És akkor elkezdi azt a pakolásos folyamatot, hogy milyen az, amikor még a lakásban megjelenik egy nagy valami, nagy tároló, konténer vagy bármi, és akkor abban bele lehet pakolni, és még szabad járművet igénybe venni ennek a valaminek az eljuttatására abban a lukba, a gettóba, ahol el se fér az, amit
úgy gondolt, hogy elvihet magával. És akkor egyszerre csak megint pakolni kell. És akkor azt mondják, hogy megyünk a téglagyárba, de oda már csak annyit lehet vinni, amit az ember maga elcipel. De egy hátizsákot, vagy egy két csomagot, vagy valamit. És nem lehet már járművet igénybe venni, hogy az ember elcipelje. És akkor ott van a téglagyárban. Mi van a téglagyárban? A téglagyárban nincsen semmi. Ilyen szárító színek vannak, hogy jár bennük a levegő jobbra balra. Szerencsés esetben ugye van egy tetőféle valami, és az óriási szerencse, hogyha nem esik akkor az eső. Amikor mi ott voltunk, nem esett az eső. És akkor abból a téglagyárból is el kell menni. És akkor mi van? Akkor az ember hátán, meg a kezében van az élete összes romja. Mert hisz mi az, ami már akkor maradt? Mi az? És mi az, amit elvisz, és egyáltalán hogy dönti el, hogy a foke fején kívül mit visz? És az ember ott van azzal az utolsó hátizsákkal, és azzal az utolsó batyúval. És nem tudja, hogy hova megy. És akkor jön a magyar deportálás, ami külön műfaj, amikor is csak azt kell figyelnem el, hogy nyár van, süt a nap, belepréselnek egy marhavagomba 80 ember, az összes cuccával együtt, ugye, ami a szörnyen ragaszkodik, mert már semmi egyebben nincs, ez a mindene. És semmi más nem történik, csak az, hogy süt a nap. És ugyebár köztudott, hogy mi van egy marhavagomban. Egy marhavagomban nincsen semmi, nincsen víz, nincsen toalett. Mindig ez a két szörnyű dolog. Én gondolom, szoktam rá gondolni, és nem mindig nyerek egyértelmű tetszés nyilvánítást, ha beszélek róla, hogy most itt vannak ezek a szerencsétlen menekültek. Teljesen függetlenül attól, hogy most mi a véleményem egyáltalán. Csak az, hogy minden fázis annak, ami egy menekülten történik, végigértem. Én tudom, hogy mi az, hogyha egy 12 éves gyereknek a kezébe adnak egy darab papírt, meg egy ceruzát itt a keleti pályaudvaron, és elindítják a vagonját Debrecenbe, és megérkezik Debrecenbe. És azt rajzolta, amit minden gyerek rajzol, egy házat. Úgy rajzolja, hogy a gyerekek rajzolják a házat, de azon a házon bombák potyognak. És ő azt rajzolta le, mint innen leérkezett Debrecenbe, hogy akkor átélte. Én nagyon pontosan tudom azt, hogy az milyen, hogy az embernek nincs a napja, nincs a reggel, de még gyerek. Én nagyon pontosan tudom, hogy milyen az, hogy nincs víz. Egyszerűen, nincs víz. Nagyon tudom, hogy milyen az, hogy nem tud megvasakodni. Mert nincs víz. Nagyon jól tudom még azt is, hogy milyen az, amikor toalett nincsen, és latrina sincsen, és az ember mégiscsak ember, és még mindig él. És akkor mi van? És mit tudunk tenni? És egyáltalán mi lesz? Muszáj ilyenekre gondolni. És ezzel a témakörrel kapcsolatban nagyon sokak részéről elhangzik az a teljesen nevetséges mondat, na de hát itt van Schengen, ugye, majd Schengen el fogja intézni, majd az a schengeni adminisztrátor meg fogja mondani, hogy ki az igazi menekült, és ki a nem igazi menekült, mert az, aki csak azért menekül, mert éhen hal, azt vissza kell küldeni, az nem politikai üldözött, éhen hali bárhol lehet, nem? Satöbbi, satöbbi, és akkor? És most ez következik, és akkor mi lesz? Ez a dolog egyik oldala. A másik oldala. Magyarországon már volt 150 évig török megszállás, de az nem volt iszlám fundamentalizmus, ugyebár.
a dolog másik oldala, hogy én nagyon sajnálom ezeket a menekülteket. És elmondtam, hogy minden fázisát a szenvedéseknek végigélem, és... De hát mégiscsak arra kell gondolnom, hogy nem lehet kikapcsolni az egészből az iszlám fundamentalizmust, és akkor mi van az én világot megmentő eszméimmel? Nagyon, nagyon bonyolult, és nagyon... És mi ebben élünk. És az embernek mégiscsak van unokája, és mégiscsak arra gondol, hogy mi lesz azzal az unokája, és így tovább, és így. Szóval az 51. napon mentetek a téglagyába, és onnan indult a vonat egyenesen Auschwitzba, vagy pedig... A magyar holokausztra az jellemző, és ezt is nagyon fontosnak találom mindenütt elmondani. Azt biztosan tudom, hogy nincs senki, aki itt ebben a teremben, aki ne ismerné azt a feliratos kaput, amire az van írva, hogy Arbeit macht frei. Ez Auschwitznak a bejárata valóban. De nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogyha átléptek ezen a kapun, soha az életbe nem jutok el Birkenauba, ami a magyar holokausznak a színtere. A magyar holokausznak magához, Auschwitzhoz a világon semmi köze nincs, mert akkor már, 44-ben, amikor bennünket deportáltak, egyenesen arra a bizonyos birkenaui rámpára mentek a szerelvények, nem pedig Auschwitzba. Tehát a magyar holokauszt én azért mindig nagyon fontosnak tartom kimondani egymás után azt, hogy Auschwitz, Birkenau, mert ami a magyar holokausztot illeti, az Birkenauban történt. Tehát te nem Auschwitzban, hanem Birkenauban voltál. Ez a, az auschwitzi 18-as ház, amit magyar házként emlegetnek, ez hogy néhány... Kis rajt csináltam egyszerűen. Igen. De tulajdonképpen ez Birkenauban kellett volna megcsinálni. Nem. Mert hogy Birkenauban most már semmi nincsen, vagy nagyon kevés, azt hiszem, hogy összesen van, az egy, mindjárt mondom, 20-20 kilométer. De új terület. Az egy iszonyatos nagy terület, ugye 20-20 kilométer. És mindössze 45 épület van rajta, ami maradt. Mostanra az egy barak város volt, amikor működött, ami bennünket illet. Az a B2. A B2-ben... Bocsánat, aki késve érkezik, az pláne ne beszélgessen, mert hogy? Másról folyik itt, csak mondom ott az az asztalhoz, hogy hadd beszélgessünk, akkor vendégünkkel, jó? Jó. Igen. Te egy barakban voltál, ez a barak nem áll már? Nem, az az egész rész nem áll már. Az az egész rész, amiben az én... Ez a bizonyos B2, ez Birkenau Auschwitz 2, ez régen nem áll már, azért, mert ott egy mocsár volt. Ez az egésznek az egyik legszörnyűbb és legfájdalmasabb része. Hát a magyar holokauszt szintere ez a bizonyos B2-es, vagy része Auschwitznak, Birkenau, és amikor mi megérkeztünk, akkor a magyar hatóságoknak volt egy ilyen kvázi megállapodásuk Birkenauval, hogy mennyi az a napi mennyiség emberben. Inkább azt kéne mondanom, hogy amit, mint akit fogadni tudnak. És a végeredmény az volt, hogy a buzgóság folytán nagyon hamar meg akartak szabadulni a vidéki zsidóktól, sokkal több embert küldtek naponta, mint amennyit. Azért mondom ezt így, mert ültem egy peren, két hétig keresztül, egy SS-nek a perén, aki ott
teljesített akkor szolgálatot, amikor a magyar holokausztot, és nem volt képes kimondani azt, hogy az embereket megölték. Azt volt képes kimondani, hogy alsőzben 5000 embert lehetett ellátni naponta a szügyésznek a kérdését. Nem tudta kimondani most se azt, hogy tehát 5000 embert is fogadtak, akárhol, csak 3000-re volt lehetőség. Ez azt jelentette, hogy 437 000 embert deportáltak vidéki zsidó gyanán innen Magyarországról 51 nap alatt. A megérkező három ember közül kettőt ott rögtön, anélkül, hogy felírták volna, feljegyezték volna, vagy megszámolták volna, azonnal gázba küldtek. Az eredmény az volt, hogy a gázkamrák, azon nyílták, kapacitással megfogották azt a töménytelen sok embert. 4 kemence volt éjjel-nappal működésben, ömlött belőle szünet nélkül a füst. A 4 kemence nem tudta elégetni ezt a töménytelen hullát, és amikor az embert kivágták a magamból, kidobálták, és végre talaj volt a láb alatt, és állt, és nem tudta megmondani, hogy mi baja van. Ugye az ember levegőt kellett venni. Az ember nem tudta, hogy mi baja van. Az a baja volt, hogy Auschwitz-Birkenau szag volt, mert a fölösleges hullákat nyílt lángon égették. És hogy az égő emberi húsnak milyen elviselhetetlen szaga van, azt az ember rögtön megérezte. Ez is egy adalék volt ahhoz, ugye, hogy a magyar hatóságnak lehetett, és sürgősen kell kiküldeni bennünket. Hadd kérdezem azt, hogy Auschwitzba ebből a kedves meghitt nagy családból, ami szüleid, testvéreid, rokonok, hányan kerültek? 49 szerrel van felírva. 49. Ti együtt utaztatok, vagy külön? Nem. Együtt 10 utaztunk, 10 fahíd utazott. Abból a 10-ből 2-en jöttünk haza. A másik, aki hazajött, az a nagynéném. Az orvos volt, és ennek köszönhette azt, hogy életben maradt, mert általában 16 és 44 év közt volt kimondva azt, hogy az ember munkaképes. És a munkaképeseket, ez volt az elméleti alapja ennek az egésznek. Azért kellett egy halálátábort csinálni, mert oda minden zsidót kivittek Európából, kiszedték belőle a munkaképeseket, azokat még visszaküldték a harmadik birodalomba dolgozni, úgyis meg lehetett őket ölni, ugye addig dolgoztatnak bennünket, amit ilyen valunk, és a többieket meg elégették. Ez volt. 1942-ben van most már egy olyan emlékház Berlinben, hogy Wannsee-Konferenzhaus, mert ebben a házban hozták, az egy villa a Wannsee partja, ebben hozták ezt a határozatot, ami elvi alapjául szolgált a halálátábort felépítésének. Van egy kalandos úton kikerült jegyzőkönyv Auschwitzról, amit itt lefordítottak a Jó Pásztor missziója, zsidószármazású Éliás József is közreműködött ebben, ez amennyire tudom eljutott a kormányzó köreihez is, illetve egy olyan album, nevezzük így, amiben több más mellett szerepel egy kép, kopaszra nyílt nők hada áll ott, és két névnél te is egy gyönyörű barátnő, két gyönyörű sudár fiatal lány áll ott, ti is ott vagytok ezen az egyébként jól ismert képen, tehát aki látta az Auschwitz-i albumot, az megtalálja benne ezt a képet, de te könyvedben meg vagytok ketten jelölve. Ki készítette ezeket a felvételeket, és te hogy találkoztál újra ezzel a képpel, vagy amikor azt megnézted, felfedeztél-e benne a családodból, ismerőseid közül valakiket? Igen, mert hogy nincsenek véletlenek. Szilárd meggyőződés, valóban nincsenek véletlenek. Na most itt két különböző dolog van. Először beszéltél, említetted... Az Auschwitz-i jegyzőkönyv. Az Auschwitz-i jegyzőkönyvet, ami nagyon kalandos története van, mert ugye
egyáltalán a koncentrációs táborok úgy voltak megszerkesztve, hogy onnan ki nem jön senki. Tehát az, ami ott történik, az sose lesz ismert a világban. Így van. Ennek ellenére azért ilyen dolog nincs, mert hogy ez a, végül is ez két szlovák ember volt, akiknek a lágeren belül is voltak kapcsolataik, és van hallatlanul szellemes módon csinálták meg azt, hogy nagyon készültek egy farakásban egy hétre való élelmet, meg nem tudom mit raktak össze, és a lágeren belül voltak egész idő alatt, amíg kívül keresték őket, és amikor minden elcsitult, akkor nyilvánvalóan mindenféle nagyon fontos kapcsolatuk volt, egész biztos az őrségben is, és akkor jöttek ki, kijöttek a világba, és elmondták, hogy mi van a Auschwitz-Birkenauban, és ezzel, amit mondasz, hogy Hortinak is volt róla végül is tudomása, végül is az egész világ tudta, ez egy dolog. A másik dolog, hogy Auschwitz-Birkenauban sose volt szabad fényképezni egyszer, amikor a magyar csapatokat, magyar csoportokat deportálták, két SS hivatásos fényképész felszólítást kapott arra, hogy ezeket a csoportokat fényképezze, és ezt ma úgy hívják, hogy Auschwitz album. És én azzal az 1000 nővel vagyok éppen útban a vagomba, azzal abban a vagomban, amivel elhoznak engem Auschwitzból Németországba, amikor is bennünket raktak, és az lehet fényképezve, és az szerintem nem véletlen. Nyilván nekem pont akkor kellett ott lenni, pont azért, hogy bizonyítani tudjam, hogy valóban ez igaz. Sőt, ennek az 1000 nőnek a listája is megvan a könyvelő végén. Ezt hogy sikerült átmenteni, megőrizni? Igen. Na nem ilyen egyszerűen. És nem úgy, hogy nálam maradt a lista, hanem úgy, hogy 1989-ben Magyarország valamire való, valamennyi újságjában egyszerre megjelent egy felhívás, amiben az volt, hogy a Stadtellendorfi város magisztrátusa keresi azokat a volt fenyenceket, a Münchmüller lágerben laktak, és akkor kiderült, ugye még egyszer el kellett olvasni, mert ez hihetetlen, hogy az a Münchmüller az én lágerem volt, és 45 év kellett ahhoz, hogy Németországban, az is egy újság volt a számunkra, hogy odáig lehetett jutni, hogy a városok és a nagyobb közösségek azokat az embereket, akik a közelükben lévő lágerekben dolgoztak és túléltek és megtalálhatók voltak, hogy ezeket felkutassák és meghívják. És akkor valami csoda folytán az ember kiment és látta azt, hogy van ilyen, hogy van egy olyan Németország, ahol bocsánatot kérnek azoktól, akik. Van egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy Auseinandersetzung, ami azt jelenti, hogy szembenéznek azzal, amit történt a Hitlerágban, és bocsánatot kérnek, és mert ugye mi úgy tudtuk, mi akkor itt éltünk a magyar szocializmusban, hogy a jó németek, akik nem fasiszták, azok a demokratikus Németországban vannak. Az összes fasiszta meg rossz német, az van a szövetséges társaságban. Aztán az ember kiment, és csak csodálkozott. Ott, érkezdem a mai Istentiszteleten Ézsaiás könyve 55. részéből volt a textus, az első 5 vers, és az, hogy jó, kik szomjóztak, gyertek erre ezekre a vizekre, és jöjjetek, ígyatok, egyetek. És én idéztelek téged, illetve felidéztelek a prédikációban, és azt a egyszerre reménykeltő és szép, és egyszerre szörnyű pillanatot, amikor elhagytátok a napságotok szörnyűséges helyét, és feltört lábbal a fakumpában elindultatok őreitek kíséretében, még nem tudtátok pontosan, hogy merre felé, és egy juhakolban éjszakáztatok, amit te később aztán megtaláltál, amikor visszamentél Németországba, de ott azt írtad, hogy amikor úgy érezted, hogy nem tudsz tovább menni, és lemaradtál a csoporttól, és visszaóvakodtál, ugye valaki ott felejtette magát,
majd visszaszivárogtak sokkal nagyon többen is. Jó, hát muszáj volt belenézni. És ott próbáltatok kivárni, vagy reménykedni, de nem volt víz se, mert ugye megtanultátok, hogy nem mindegy, miből iszik az ember, hogy megtanultatok szomjazni. Mi volt a legnehezebb ott a rabság idején? Tudod, általában, neved rossz néven, neked is azt mondom, hogyha megkérdezik tőlem, hogy mi volt a legszörnyűbb, akkor minden, azt kell mondom, hogy minden, mert az egy komplex dolog. De ha már, az egyenes válasz az, hogy fázni. Mindenkinek más. Mert volt, aki úgy idézi vissza ezt az egész történetet, hogy rettenetes volt az éhezés. Rettenetes dolog éhezni. Mert demoralizál az éhezés. Egyszerűen minden más gondolat kivész belőle, nem is vagy már éhes. Csak éppen megmagyarázhatatlan az a lebegő lét, és nem is tudsz, semmire nem tudsz gondolni az éhezés miatt. Szomjazni is borzasztó. Én nem tudom, hogy már nagyon régen felállították ugye ezt a maximumot, hogy mennyit lehet kibírni szomjazással. Hány napig lehet szomjazni, hány napig lehet éhezni. Éhezni szerintem korlátlan mennyiségű lehet. Heteken keresztül. A családomban a legtöbbet ebben a vonatkozásban egy Blumenstein Jancsi nevű gyermek viselte, valamivel fiatalabb volt, mint én, 2 vagy 3 évvel, végül is Torontóban lett belőle orvos, 28 kilóval maradt életben, és az volt a szerencséje, hogy már hullák között volt, természetesen gyűjtötték össze a hullákat, és még kinyitotta a szemét és becsuktatták. Ettől látták, hogy életben van, és szerencséje volt, hogy avatott kezekbe került, és feltáplálták. Tehát én nem tudom, mennyi, hány napig kell éhezni ahhoz, hogy az ember 28 kilóval legyen. De szomjazni meddig lehet, azt nem tudom. De azt tudom, hogy ebben az utolsó stádiumban, amikor már körülbelül 20-an voltunk, menekültünk meg, és 20-an voltunk, és bementünk egy ilyen jó akkorban, amiben már egy éjszakát töltöttünk, ott folyt egy víz, de ugyanolyan szaga volt, mint a gyárunknak. Tehát tudni lehetett, hogy fertőzött az a víz, mindenféle kémiai méreg van benne, és nem ittunk belőle. És még 4 napig ott voltunk, 4 napig. Tehát 4 napnál tovább, mert hisz még az 5-et is megéltük. Rettenetes dolog, ezek a fajta fizikai szenvedések tényleg. De hát túl lehet élni. Amikor hazajöttetek végre, felmerült-e az, hogy édesapád ugye elrontotta ezt a dolgot, említetted, hogy időben kellett volna távozni, de hogy minek jöttök ti haza Magyarországon, mire számítottatok? Én miért jöttem? Miért jöttem? Nem kínálták fel, hogy mehetsz Amerikába, vagy valahova máshol? Persze. Nagyon sok helyre lehetett volna menni. Nekem többek között az volt a realitás, hogy ott maradhattam volna Heidelbergben tovább tanulni. Amikor felszabadultunk, akkor állandóan listákat írtunk, névsorokat írtunk, ki maradt életben a lágerben. Ki most küldtük ezeket a listákat össze-vissza. És az ember tényleg lázasan olvasta a máshonnan kapott listákat, és én nem találtam egyetlen listával sem, egyetlen család, mert az óriási nagy családom volt. És mondtam, hogy ez nem létezik, az nem létezik. Haza kell jönnöm, feltétlenül haza kell jönnöm, meg kell róla győzönöm, különben nem hiszem el. És hazajöttem, és igaz volt. Azért nem volt semmilyen listában, semmilyen név, mert nem maradt életben semmi. Tehát rajtad kívül Fahidi nagyon kevés.
olyan maradt életben, életben maradt olyan, aki nem Magyarországon volt, életben maradt Szlovákiában, a családom nagy része az kassai, anyai részről Pozsony és környéke, életben maradt egy nagybátyám, aki végül is összeszedte a család törmelékét, de az partizán volt végül is, igazi, valódi partizán, Besztercebányán. És mire én hazajöttem, addig ő már körülvos volt Érsekújváról. Ő és a családjának egy része életben maradt. Életben maradt egy elsőfokú unokatestvérem, aki itt volt Pesten a valamelyik szélóházban. Aztán életben maradt olyan is, aki lágerből visszajött, apai unokatestvérem, aki lágerből visszajött, de nem tudom elmondani, nem tudom ezt számolni, hogy hány főből állt az én családom, ha mindenkit, aki deportálva volt, összeszámolok, nem is tudom. Hát ahhoz képest tényleg elegyész. Körülbelül ez az arány, hogy ahogy tizen mentek ki, ott visszajöttek ketten. És azt már mondtad, hogy azért jöttél vissza, mert meg akartál róla győződni, hogy van-e valaki a családból. De hogy fogadott titeket Magyarország? Hogy fogadott benneteket Magyarország, Debrecen? Hát az egy felejthetetlen élmény, ugye, mert megérkeztem először 1945. november 4-én, már az is nagyon késő volt. És kirohantam ugye, mint az őrült, kirohantam a saját házunkhoz. És túlrohantam rajta egyszerűen, mert nem ismertem fel, mert olyan állapotban volt. Tényleg felismerhetetlen állapotban volt, és akkor visszarohantam. És akkor becsengettem a saját házamon. És ezt el szoktam mondani a sóvilágban, és akkor azt szoktam mondani, hogy... És akkor kijött egy szörnyeteg. És azt mondtam a szörnyetegnek, hogy engedjen be, hát ez az én házam, hát hazajöttem. Hát. És a szörnyeteg azt mondta, hogy ide nem engedem be. Itt már olyan sokan vannak, hogy ide nem fér, menjen ahova akar. Így történt, ahogy mondta. Ez a szörnyeteg, ez egy lakóbizalmi volt, vagy nem, mi volt? Egy szörnyeteg, aki ott lakott. Bárki, ugye, aki nem az én családom, és nem enged be engem, az az én számomra csak szörnyeteg lehet. A ház áll még? A ház iszonyatos állapotban áll még. És az a csodálatos dolog fog megtörténni augusztus 11-én, hogy 28 botlató követ fektetnek le Debrecenben, és ebből kettőt, egyet az anyám, a másikat a húgom nevével, ezelőtt a ház előtt. Igen. Ezt a történetet valamennyire ismerünk, mert Zsuzsi húgom az, aki ezt szervezi. Igen. És mi is szeretnénk ezt támogatni, de akkor most mondj valamit a harmadik dologról, és pedig arról, hogy valamikor egyszer csak, amikor és mennyi idő múlva sikerült feldolgoznod olyan mértékig azt, ami téged ért, nem bezárólag, de mégis oda tartozóan azzal, hogy a saját házadban nem engedtek vissza, gondolom én bocsánatot itthon tőled senki nem kért, és mégis egyszer csak úgy érezted, hogy van az életednek egy ilyen kapott célja, ami vagy jól esik, vagy nem, hogy neked erről beszélned kell. Miért kell neked erről beszélned? Kinek kell beszélned? Mi a célod ezzel? Vagy miért érezted úgy, hogy ez a dolgod, ez a feladatod, hogy leírd, elmondd, elmenj egyik helyről a másikra, és beszélj az embereknek. De vannak olyanok, akik soha többé nem akarnak megszólalni és beszélni arról, amit tudni. Még előtte viszont egy mondatot mondanom Zsuzsáról. Nagyon-nagyon köszönése is van, és fantasztikus elhivatottsággal, és az ő érdeme, mert végül is nem akarom azt mondani, csúnya szó, hogy ő pofozta ki az önkormányzatból, a debreceni önkormányzatból, hogy nem mondják már azt, hogy csak a debreceni civilisek fognak elesni ebben a botlatókőben.
Tehát a Zsuzsának valóban hallatlan érdemei vannak itt. Ez is valami olyan dolog, mindig van vigasz, meg mindig van valami, amivel az ember bele tud kapaszkodni. Tehát ellentmond annak, amit az előbb mondtam, hogy nem tudom, hogy hányat hírünk most. Mégiscsak el lehet érni azt Magyarországon, és azt az Iványi Zsuzsa csinálta Debrecenben, hogy botlatókő legyen, biztos tudjátok, hogy mi az, az előtt, a ház előtt, amiben én értem, tehát a mi házunk előtt. Azoknak az emlékére, akiket abból a házból deportáltak és nem jöttek vissza. És ez mégiscsak valami olyan reménykeltő, és mégiscsak valami olyasmi dolog, amiben bele lehet kapaszkodni, hogy van még miben reménykedni, ha ezt el lehetett élni Debrecenben is. A másik kérdésedre válaszolva, hogy az én lányom az 50, nem tudom hány éves korában kezdett el pszichológiát tanulni, ő zeneakadémiát végzett, ő lett zongorista, nem én. És ebben a periódusban mindig tudtam azt, hogy körülbelül hol tart a tanulmányaiban, mert ugye elkerülhetetlenül beszélt róla. És ennek kapcsán tudtam meg azt, hogy a pszichológia tudományában van egy olyan fogalom, hogy egyszer csak eltelik annyi idő, hogy az, akinek nagyon sok traumája volt az életben, mégiscsak eljut odáig, hogy feldolgozza a traumáját. Akkor, amikor ezt megtudtam tőle, akkor azt is rögtön tudtam, hogy a tankönyvet, a pszichológiai tudományok tankönyvét olyan ember vagy emberek írták, akik igazán traumatikus helyzetben sose voltak, mert akkor ezt nem így fogalmazták volna meg. Mert szerintem egy dolgot lehet a traumákkal megtenni. Feldolgozni nem, mert akkor nem traumának hívnák, hanem azt, hogy az ember megtanulja, hogy tud együtt élni a traumáival, ilyen vagy olyan formában, mi mindennek kell történnie, hány évtizednek kell eltennie, amíg az ember azt tudja mondani, hogy most már normálisan élek úgy, mint akármilyen másik ember, olyan ember, akinek tényleg nem volt traumája az életben, mert megtanulta annak, hogy ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni, össze lehet egyeztetni. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam ugye már, akinek súlyos traumái voltak az életükben. Előbb-utóbb csak el lehet jutni odáig, hogy az ember azt mondja, hogy nevetni akarok, vicceket akarok mesélni, jól akarom magam érezni az életben is. De a háttérben, amíg az ember él, az a bizonyos, amire azt mondják, hogy trauma, az ott van. Attól az ember még lehet jókedvű, meg mindent csinálhat úgy, mint egy normális életben, de kitörölni az életéből, feldolgozni nagyon nehezen. Nagyon. Általában az van ebben a tárgykörben, hogy akit igazi trauma él, hosszú időn keresztül nem tud róla beszélni. Ennek ellentmond, mindig szoktam rá hivatkozni, Primo Levi, akiről tudjuk, ugye, hogy 1945. január 27-én, amikor Auschwitz-Birkenau felszabadult, ott volt, és végigélt azt a teljesen legszörnyűbb időszakot, ami Auschwitz-Birkenau életében volt, amikor kiment az SS, és semmi nem működött. Ugye, tél volt, nem volt fűtés, nem volt víz, nem volt, semmi nem volt, és mégis én nem tudom hány ezer ember felszabadult is. És akkor Primo Levi rögtön megírta, kvázi rögtön megírta. És én mindig úgy gondoltam, hogy micsoda boldog ember, hogy kiírta magából azonnal is. És aztán öngyilkos lett. Úgyhogy mégsem volt olyan nagyon boldog ember. Az a másik, aki velem együtt hazajött, a Tanti, akiről mondtam, hogy orvos volt, és
orvos gyanán csinálta végig az egész mindenséget, nem tudom melyik lágerben is. És egy ideig élt Debrecenben, és aztán öngyilkos lett, mert nem bírt élni az emléke, nem bírta feldolgozni azt a bizonyos. Tehát az emberek többsége az újra elvált, hogy évekig, évtizedekig nem beszél. Én sem. Nekem 59 év kellett hozzá, hogy megszólaljak. 59 évig nem hiszitek el, hogy nem álmodtam, hogy nem jutott eszembe, hogy nem beszéltem, hogy nem írtam semmit. És akkor 59 év után, akkor visszamentem Auschwitz-Birkenauba, ugyancsak július 1-én, 1900, hogy van ez 59 év, az mennyi? 2003, július 1-én visszamentem, és akkor láttam, hogy mi történt itt. 60 esztendő alatt, és annyira fel voltam háborodva, hogy semmi nem emlékeztet már semmire. Mondtam, hogy akkor most úgy gondoltam, én vagyok az elhivatott, egyetlen egy, aki el tudja mondani azt, hogy igazán mi volt itt, és akkor megírtam. És akkor ilyen attól kezdve csodák történnek velem, mert először annak a bizonyos Allendorfnak, ahol a táborunk volt, a kényszer munkatáborunk, ahol 17-es ezren dolgoztunk egyidejűleg. Tehát annak a városnak a magisztrátusa meghívott engem, és akkor addig beszéltek, még rábeszéltek, hogy írjam meg, és akkor írtam egy ilyen kicsi füzetet németül, és akkor meghívtak, hogy mutassam be, és akkor elmeséltem, és akkor még állva beszéltem, mert fiatal voltam, és ott álltam, és velem szemben annak a városnak, Stadt Allendorfnak a népe, és akkor én meséltem nekik, és akkor rám néztek, és meghallgattak. És ez nagyon új élmény volt az életemben, nem szoktam volt embereknek beszélni, és legfőképpen nem a történetemet mesélni. És 5 euróba került az a kis füzet, 5 euró megvették pénzért. És akkor hazajöttem, nagyon büszke voltam, és mindenkinek elmondtam. És akkor azt mondták nekem, hogy írd meg magyarul is. És akkor mondta, hogy nem írom meg, mert ez már 128 milliómadik memoár, és már mindenkinek tele van a memoárral. És akkor... De hát mégiscsak addig beszéltek, amíg megírtam, és elkezdtem írni magyarul, és akkor az csak úgy jött, és percek alatt egy könyv lett belőle. És akkor azt is megvették. És akkor azt mondtam, hogy na, akkor nekem most az kell, hogy németül jelenjen meg, mert nekem az a fontos, hogy ez a szöveg jelenjen. És akkor gyönyörűen lefordították. És akkor az történt egyszerre, hogy 3 magyar kiadás van, és 2 német kiadás is. És én csak mondom a történetemet, mert szilárd meggyőződésem. Ezt a történetet mesélni kell. Azért kell mesélni, mert ezt már előre bocsájtottam nektek, hogy a történelem kíméletlenül megismétli önmagát. Nagyon kevés olyan generáció van a történelemben, amely tanult volna a sajátjából. És csodálatosnak találom azt, hogy a mai, tehát azok a bizonyos 68-asok, az első német háború utáni generáció, mit csinált ezzel a bizonyos Assenandersetzungnal? Sokszor volt az az érzésem az alatt, az idő alatt, ami Magyarországon ugyanekkor eltelt, hogy lettek olyan történelmi pontok, amikor a magyar szembenézésnek is meg kellett volna történnie, de nem történt meg. Nem tudom eldönteni azt, hogy végérvényesen. Mert van benne egy ilyen nagyon bárgyú, ostopa, alapvető optimizmus, ami nélkül tulajdonképpen élni sem lehet. Tehát mégiscsak muszáj nekem reménykednem abban, hogy egyszer itt is be kell, hogy következzék.
mert mindaddig, ami nem következik be, addig valami módon nagyon nyomasztja, nem csak ez, a feldolgozatlan közelmúlt egyáltalán nyomasztja a társadalmi lelkiismeretet. És ebből nem lehet másképp kiszabadulni, csak úgy, ha beszélünk róla. És még mindig van egy olyan reménységem, csak el kell jönni egyszer annak az időszaknak. Lehet, hogy én már egy rózsaszín felhőről nézem, és nagy megelégedéssel nyugtázom, hogy mégiscsak bekövetkezem. Ebben reménykedem. Mert hogy az embernek unokája is van. És az ember nyilvánvalóan az unokájának csak a legjobbat akarja. És ahhoz be kell ennek következnie. Tehát mi megéljük. Legalábbis kívánom magunknak, hogy éljük. Nagyon szépen köszönöm. Tele vagyok még kérdésekkel, de nem akarom uralni az időt. Köszönjük szépen. És akkor most a kérdések ideje jött el, de azt kérdezem tőle, nem akarsz-e te néhány kiegészítő szót először hozzáfűzni a dolgokhoz, mint sztérió gyerek, de nem egy másik témát akarunk behozni a sztérót, inkább nem jó. Akkor viszont kérdések következnek, és Judit először. Azt szeretném kérdezni, hogy mi történt veled 1945 és 2003 között, csak nagyon röviden összefoglalva. Hol éltél? Mi történt? Ez kérlek szépen, ugye már mondtam, hogy a legnagyobb jótétemény az, ha az embernek nem szól bele a történelem a magánéletébe. Én az a generáció vagyok, ahol folyton belepofázik. Röviden az történt, hogy 45-ben hazajöttem, nem engedtek be még a házamba se, de életben maradt az a bizonyos Bánszka Bisztrica partizán volt orvos nagybátyám. Az olvasta egy ilyen listában, amiről beszéltem, hogy egyedül az én nevem van, ebből rögtön következtetettel, hogy egyedül vagyok. Magához lett, és 2 évig feküdtem nála az ágyban, nem tudott belém lelket várni. Akkor 47-ben hazajöttem, közben elolvastatta velem a tőkét, mert hogy nagyon baloldali ember volt. Rögtön tudtam is, hogy én kommunistának születtem, csak rossz helyre vitt a gólya. Na, és akkor hazajöttem, óriási lelkesedéssel a marxist buszról vetett gyönyörökből, és tudtam rögtön, hogy én az vagyok, aki olyan világot csinál itt, amilyen még soha az életben nem volt, és mindenki tanulni fog, és mindenkinek mindene lesz, amire szüksége. Na és szóval hazajöttem ezzel a lelkesedéssel, egy ugyancsak hasonló háttérből származó másik lelkes emberben, aki éppen hímnevű volt, beleszerettem egy hét alatt, hozzá is mentem, mert nagyon sürgős volt minden. Csináltuk is rögtön a jó világot, egész addig, amíg rá nem jött arra a pár csupa nagybetűvel, hogy tulajdonképpen befurakodó ellenségek vagyunk. Tudhattuk volna előre, de nem volt ennyi esünk. Elég az hozzá, egy szép napon arra ébredtem, hogy a Vas és Acél országában, segédmunkási minőségben építem a magyar szocializmust, és mit építek még? Dunapentelén, ugye az volt akkor, a Vas és Acél országa voltunk végül is, Dunapentelén építettem a nem tudom mit, és három ezer, akkor már forint volt, igen, forint volt a heti fizetésem. Az valami rettenetesen sok pénz volt. Olyan sok pénz volt, hogy a nagyapám testvérét, a Sári nénit és az Árpád bácsi, akiket akkor államosítottak, mert volt egy ilyen kis fűszerüzletük, és egy fiúk volt, Tibor névre hallgatott, de az ott maradt a donkanyárnál, és nekik meg azért ez a kis fűszerüzlet annyi pénzt hozott, hogy na de államosították. És én annyi sok pénzt kerestem ezzel a 3000 forint heti fizetéssel, hogy én támogattam őket.
többek között. Nem többek között. Más nem volt, aki támogassák. Igen. Na szóval erről ennyi. Deklasszáltalan voltam. Hosszú időn keresztül deklasszáltalan voltam. Életem párját azt, mint ellenséget becsukták, ugye, mert folyton kerestük, meg is találtuk az ellenséget. Először a párton kívül, ám biztos van, aki emlékszik. Aztán már sehol másod nem voltak az ellenség, az ellenség az mindig, mindenütt ott volt. És belépett, és betette a kezét, meg a lábát. Na szóval ilyen ellenség vettem én is, és akkor nagy nehezen kimásztam ebből a segédmunkási létből, ami nagyon tanulságos volt egyébként számomra, és akkor egyszerre csak mi lettem, építőipari gépkezelő. Van róla papírom. Csak ma nagyon eldugtam, már kerestem a múltkor is, és nem jött elő. Na, és akkor minden deklasszált elem annak idején anyagbeszerző volt. Hisz az országban a világon semmit nem lehetett kapni, de azután futni kellett. Példának mindig azt szoktam elmondani, hogy nem hiszitek el, hogy azt tudjátok, hogy 56-ban azt a Kilián lakta környéki. És akkor rendbe is lett hozva, de akkor már 57 volt, de még mindig nem lehetett semmit se kapni, hogy fel volt már minden építve. Nem hiszitek el, fel volt már minden építve, be lehetett volna költözni, és egész Magyarországon nem lehetett felhajtani WC húzó láncot. Madzaggal volt. Na, ezt is túléltük. És akkor egyszerre csak volt egy forradalom. De én közben már gondoltam, hogyha ilyen papír halmazon van, el van téve, hogy hol mindenhova nem vettek fel tovább tanulni, mert hogy deklasszált elem vagyok. De akkor elmentem a Rigó utcába, talán van köztetek, aki tudja, hogy a Rigó utcára, kettő darab overálom volt, minden nap tiszta overálba mentem életem útjára, a másik overál lógott a madzagon és száradt, ugye, meg ki kellett mosni. Na, elmentem a Rigó utcába, két szoppal overálba, és elmondtam, hogy kezdi csokolat, szeretnék most levizsgálni németből, meg franciából. Mondtak, hogy semmi akadálya. Mondtam, hogy nem akarok ide járni, csak vizsgázni akarok jönni, és szakszöveget adtak nekem vizsgálni, nagyon jól megjegyeztem. A franciák azok egyáltalán nem voltak irgalmasak, nem hiszitek el, csatorna szellőzés. Csatorna szellőzés, szakszöveg, ugye, hát egyszer segédmunkás, építőipari. A németek azok kegyelmesebbek voltak, mert azok városrendezést adtak. Na, elég, azt hozzá, akkor már volt két papírom, de még maradtam feszt építőipar berkeiben, és akkor 59-ben merészkedtem el odáig, hogy kézbe fogtam a két papíromat, és elkezdtem járni a külkereskedelmi vállalatokat. És akkor a Dorottya utca 6, amiből most Dorottya palota van, és üresen áll, kvázi, az egy olyan ház volt, hogy abban volt a Transelektro, valamelyik Kemol, már nem emlékszem melyik, a Nikex és a Metal Impex. Nem tudom, melyikhez nyitottam be, de addig meddig passzírozgatták engem ott abban a házban, négy külön kereskedelmi vállalat között, amíg a Metal Impexnél azt mondták, hogy akkor mentem. És akkor engem ott levizsgáztattak kereskedelmi levelezésből, de én nem tudtam, hogy mi az, hogy hohachtungsvoll, meg hogy kell megszólítani, meg egyáltalán, de nem volt helyesírási hiba a szövegben, felvettek. És akkor elkezdődött számomra karrier, ami 48 esztendő külkereskedelmi tevékenységben manifestálódott végül is, és 1989-ben, hát akkor volt a rendszerváltás, 26-os sorszámmal, akkor még tanácsol, elmentem a tanácshoz, és kiváltottam a puszta év a külkereskedelmi vállalatra az engedélyt. És akkortól kezdve, hogy ez egy hosszú időszak, 2007-ig volt nekem saját kis külkereskedelmi vállalatocskám, és nagyon jól éltem. Kicsit
tovább is mondtam neked. Köszönöm szépen. Még kérdés? Igen, Péter. Két kérdésem volna, hogy ez a könyv ez most itt esetleg itt van-e, kapható-e? A könyved kapható-e? Hogy? De most itt is van belőle? Hoztál-e magaddal, ahol meg? De bemész, igazán majdnem minden könyvkel. Na, minden nagy könyv kereskedésben, tehát hogy Alexandra meg. Egész biztos van egy Téka nevű icipici könyvesbolt a Pozsonyi úton, ott mindig kapni. Az a cím, hogy a dolgok lelke. Mert ugye, kedves felabarátám, köztudott dolog, hogy a dolgoknak van lelki, csak meg kell találni. És bocsánat, és a másik kérdésnek az lenne, hogy a zenakadémiai felvételig, ami ugye elmaradt, mert helyette jött ez a tragédia, hogy amikor visszatetszett jönni, az egyáltalán fel sem merült, hogy az folytatódna? Hát amikor visszajöttél, nem merült fel, hogy a zenei, ugye zeneakadémiára próbáltál felvételizni, hogy ezt folytatnád? Ugye bár te csak tudod, hány órát gyakorolsz ennek, és mennyit ülsz, mert csak ülve lehet gyakorolni. És az én nagymamától örökölt pupos gerincemről kiderült, hogy nem tudok ülni. Visszajöttem. Nehéz fizikai munkát végez, mindenki azt végzett, bármi hihetetlen. 8 hónapon keresztül naponta megemeltem 6-800-szor 50 kilót. Ettől az én amúgy is rozog a gerincem, teljesen használhatatlanná vált, és nem tudtam ülni. És a lányom boldog zongorista. Ennek következtek. Újabb kérdés? Ildikó? Hát én csodálattal hallgattam. Nem tudom, tegezhetlek? Vagy lehet tegezni? Mindenki tegez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És hihetetlen furcsa érzés támad bennem, mert én meg a Svetlicsnek a az utód gimnáziumban érettségiztem, a Tóth Árpád gimnáziumban. Tehát az Svetics utó gimnáziumában, Tóth Árpád gimnáziumában érettségizett. Igen, én debreceni születésű vagyok, képzeld el. Az édesanyám itt ümeltem, ő 89 éves most, és az egészet így egymásra néztünk, és akkor nekem vannak ismerőseim, barátaim, akiknek a szülei oda jártak, és a két legfontosabb ember az életemben, a Svetlicsben tanult, az egyik még él, Kodály tanítványa, Éva néni, ő is. A Hidegkuti Edit pedig a zongoratanár néném volt, ő meghalt 91 évesen 2 évet. És hát ez valami fantasztikus volt, amit most mondtam, mert én fiatalnak pici megmaradt a Svetlicsből annak idején. Igen. És a Tóth Árpád gimnázium úgy volt megszerkezte, hogy mi ráláttunk a folyosó végén, néztük az apácákat, és én nekem az egy csodatos élmény volt nézni őket, és meg én úgy nőttem föl, hogy nekem nem beszéltek a szüleim az Istenről. Én megtaláltam, én itt a Gáboréknál már tanulok is erről. Én úgy érzem, hogy valahol mégiscsak a te életedet is kell, hogy valami fősőn belül kormányoz, hogy most itt vagy, meghallgattunk téged, és ennek még azért örülök, mert amikor elmondtad a legvégét, akkor meg én meg a Meta Impact-nél kezdtem dolgozni. És ott a férjem volt a Mersicsnek a főkeres utazója. Hát szóval én azt hiszem, hogy ez egy véletlen, úgyhogy én csak jó egészséget tudok neked kívánni, Isten áldjon sokáig. És az, hogy én most mit viszek tovább, az majd lehet, hogy 90 évesen, ha megérem. Majd akkor azt egyszer tovább szintetizálom, most egyelőre túl sok volt ebből az életből. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon. Kérdés még, Margit? Nekem lehet, hogy rossz a kérdés, és tudtam. De mit gondol arról, hogy aki hazajött, abban van-e valami törvényszerűség, aki jött haza, vagy teljesen véletlenszerű? De a kérdés az, hogy aki hazajött, ott van valami törvényszerűség, vagy teljesen véletlenszerű, hogy ki tudott hazajönni és ki maradt ott a szörnyűségek helyszínén. Tehát abban, hogy melyik oldalra választották, mert hisz mindenki Auschwitz-Birkenauba ment, hogy melyik oldalra választották,
abban semmi olyasmi nem volt, amit az ember maga befolyásolni tudott. Az, hogy életben maradt, ahol nagyon sokat tudott hozzájárulni. Azok az bizonyos alapszabályok, hogy akarnia kellett élni, tudatosan kellett akarnia élni. Ugye alapszabályokat, hogy minden nap meg kellett mosdani. Minden nap össze kellett szednie magát arra, hogy ne hagyja el. Hogy mindenképpen társainak kellett lennie, akikre egyrészt támaszkodott, másrészt akiknek támaszt nyújtott, kölcsönös dolog, ez feltétlenül kellett. Aki elhagyta magát, vagy nem tudott ilyen családpurló kapcsolatot kiépíteni másokkal, az nem tudott hazajönni. Ez, ha az embernek van egy ember csak, akiről úgy érzi, hogy gondoskodnia kell, vagy akire oda kell figyelnie, akkor már nem ér hiába, akkor már az az érzése van, hogy akkor a másik miatt élnie kell, mert segítséget tud neki nyújtani. Tehát ez feltétlenül kell. Mindig azt szoktam mondani, hogy a közösség erejével jöttünk haza mindannyian. Ez az alapválasz a kérdésedre. Ha nem voltunk, nem lettünk volna nagyon mélyen meggyőződve arra, hogy óriási szükségünk van egymásra. Az egy nagyon fontos tudat, hogy kell lesz valakinek, fontos vagy valakinek, anélkül nem lehetett volna hazajönni. És anélkül, hogy mindig biztattuk egymást, az is kell. És megmaradtak, bocsánat, hazajövetel után ezek a kapcsolatok? Nagyon érdekesen alakultak, mert több évtizeden keresztül én mindig kerestem egy néhány emberrel azt, hogy nem is akartak róla tudomást venni, nem akartak velem találkozni. És akkor, mikor körülbelül egy 30 éveske eltelt, akkor egyszerre rettentő fontosak lettünk megint egymásnak, hisz egymásnak köszönhetünk azt, hogy egyáltalán hazajöttünk ezzel az óriási nagy egymásba kapaszkodással. És akkor már életünk végéig nagyon-nagyon szoros barátságban éltünk. Azt hiszem, annyit kellene azért hozzátenni, hogy mindaz, amit mondtál, az a munkaképesnek deklarált társaság. Akik munkaképesnek voltak, elfogadva volt, ugye? Mert eleve az a kétfelé válás, na, volt egy ilyen kritérium, hogy az, akik munkaképesek, akik nem voltak munkaképesek, tehát gyerekek, fiatalok és az idősek, azok egyenest mentek a gázkamrába. Hát azok nem tudtak hozzájönni. Van a könyvedben egy szobor, ami két nő alakot ábrázol, az egyik te vagy. Mondj valamit erről a szoborról. Igen. Gyorsan mondok valamit arról, ha már itt ebben a témakörben vagyunk, hogy ilyen fontos alappillére volt egy minden lágernek az ötös sor, és annak, hogy az ember hazajöjjön, hogy ezek az ötös sorok többnyire, az azt jelenti, hogy mindig ugyanaz az öt kislány áll be egy sorba. Ahhoz a bizonyos naponta kétszer történő számolás az, amit úgy hívnak, hogy apel. Tehát mindig ugyanazok álltunk. Én kettő olyan kislányal álltam sorba, aki alattam járt a Svetichben, tehát azok 17 évesek voltak. Én voltam a legöregebb, én voltam 18 éves és 5 hónapos. Aztán jött ez a két 11 éves, és csapódott hozzánk egy miskolci testvérpár, ahol az egyik 16 éves volt, és a másik 14 éves. 14, el tudjátok kérni, az is hazajött. Na, ez volt a még bizonyos ötös sorunk. És folyton arról beszéltünk, hogy mi lesz belőlünk, hogy hazajövünk, befejezzük az iskolát, mindig azt mondtuk, hogy azért téptek ki minket a Svetichbe a padból, ugye, hogy deportáljanak Auschwitz-Birkenau-ba. Engem nem, mert én nagy kislány voltam mindig,
és én egy évvel hamarabb leérettségiztem, mint a többiek, ugye? Na, szóval az egyikből a statisztikai hivatalban lett, nem is tudom micsoda, nagy ember, mert hogy még akkor kapott valami főtanácsosi címet, mikor már elment nyugdíjba, ez volt az egyik, ez volt a 16 éves, a 14 éves, látok itt egy néhány ezüst hajat csillogni, és talán emlékeztek arra, hogy volt egy olyan a rádió, hogy mit üzen a rádió? A mit üzen a rádiónak ez a 14 éves Blükk Klárika volt az osztályvezetője. Ő volt a legfiatalabb, természetszerűleg ő halt meg elsőnek, ugye, mert 14 évesen el tudjátok képzelni, koncentrációs tábori körülmények között élni, az mit jelent. Akkor volt egy, aki formátlani volt, aki beleszeretett az első amerikai katonába, aki szembe jött vele, nem vicc, férhez ment hozzá, én nem tudom hány gyereket szült, szerencsétlen 70 éves korában már Alzheimer-es volt, és ő is aztán nagyon viszonylag hamar meghalt. És akkor volt egy Anikó nevű, akit úgy hívtam, hogy a másik felem, mert a munkatáborunkban már mindenkinek ágya is volt, óriási dolog, és egy ilyen emeletes spritzsen aludtunk, én aludtam fentőben, és ő volt a másik felem, ugye azon az ágyon, és örök életében rettentő, tehetséges volt, mindent, amihez hozzám nyúlt, vagy ránézett, az mindig sikeres volt. Ő volt, aki a legszebben mondta a verseket, vagy prózát, vagy gyerekkorában, de akkor gyönyörűen rajzolt is, és mindent nagyszerűen csinált. Végül is szobrásznő lett belőle New York környékén, és amikor meghívott minket legelőször ez a bizonyos város, amiről mondtam nektek, hogy ott volt a táborunk, és aztán ez a város csinált belőlünk a maradványainkból egy dokumentációs és információs központot, és ennek a központnak a bejáratához rendeltek nála egy szobrot, és akkor megcsinálta a szobrunkat, ami a következő. Az a hihetetlenség, hogy 50 kilókat cipeltünk, ha párosával is, és az 800-szor megemeltük egy nap, ez lehetetlen, elhinni is lehetetlen, de mégis valóság volt. Tehát ez ragadta meg a fantáziáját, és akkor kettőnk körül meg van a következő szobor. Ő ott áll ezzel a gránáttal a kezibe egyedül, és körbe a háta, hogy húzza a súlyt. Én ott állok mögötte, és már akkor is egy ilyen optimista, naív. És én mindig mondtam, hogy megyünk haza, és akkor az én kezemben van egy madár, a szabadság madara, és ez egy gyönyörűséges szobor. És be vagyunk gyökerezve egy fatörzsbe, ugye, mert elpusztíthatatlanok vagyunk, mint a fatörzs, amely. És ez nagyon-nagyon szép szobor. És számomra legszomorúbb az egészben az, hogy én voltam a legöregebb a 18 évvel és 5 hónapommal, és végül is én élek már egyedül. És még legutoljára ez a másik felem, az Anikó húzta, de annak is 4 éve, hogy meghalt. Sárika? Annyira megdöbbentem a Glück említése, hogy mondtam Miskolci, mert ismertem őket. A József Attila úton laktak, és ott volt fakereskedő a papa, és én ezt a családot nagyon ismertem, sokat voltam náluk. Tehát a Miskolci Glückéket, Miskolci Glück családot igen. Ismeri Sárika, a fakereskedő volt. A papa. József Attila utca? József Attila sarkán, ma már lerombolták azt a házat, tele volt fával, és egy emeletes házba laktak, két oldalról lehetett felmenni, és ez egy nagy kiterjedt család volt. Ott volt a mama, az öreg Glück, akkor volt az egyik lánya, másik lánya Veje, és a gyerekek, és a nővérem,
az egyik lányának a két gyerekét nevelte, nevelőnő volt. És mi hihetetlen, nem tudtuk, visszajöttek, és édesanyámnál volt az összes fehér nemű, és mindent visszaadtunk, de kitűnt az életünkből ez a család, mert úgy tudjuk, hogy Amerikába elmentek. Mit tudsz róla, mert én egyszerűen itt vagyok teljes meg termelésben, meg hogy nem tudtuk aztán mi lett vele, és két nagy bödön zsírt is őriztünk nekik, libazsírt, és az megromlott, mert hiába éheztünk, nem nyúltunk hozzá, ilyen nem lehet a világban, és nem tudom a zsírnak a történetét, mert kislány voltam, de azt tudom, hogy ehetetlenné javasodott, és hogy azt oda tudtuk adni, mikor visszajöttek egy személy, hogy akkor kicsi lány voltam, tehát nem tudom, hogy visszaadtunk, ezt tudom, az anyukám őrizte a háromajtó szekrénybe ezeket a cuccokat. Ilyen nincs. Tehát te is tudod, hogy ki ez a Glück család. Hát ott voltál a sorban. Egész biztos ez a Glück családnak egy másik része. Ők nem mentek aztán haza Miskolcra. Egy rövid időre se. És az annyi... Nem volt több Glück család Miskolcra. Akkor más jött haza még, és annak adtuk. Valószínű. Nem tudom, de azt tudom, hogy... Neki nem jött vissza az anyjuk. Nekik nem jött vissza az anyjuk. Ők ketten jöttek vissza testvérekbe. Az édesanyjuk nem jött, nem is volt. Azt tudom. És az öregék se jött vissza. Azt mind tudom. És a nővérem ott volt nevelőnő. A két gyereknek a nevelőnője. És együtt játszottunk ezzel a család két gyerekével. Hát egyszerűen ilyen. És nem tudtuk, hogy hova lettek. Azt tudtuk, hogy megölték őket, csak sikerült hogy nagyon nagy család volt, és hazajöttek belőle, ezt tudjuk. Köszönöm. Igen, egy utolsó kérdés. Esély. Esély. Na, volt már elég sok múlt, legyen egy részben múlt, illetve inkább jövő. Tehát Németország már mondott, hogy a történelem ismétli magát, mindazok, akik beengedték azt a sok rabot, már kaptak belőle egy kis ízelítőt, ugye a szilveszter környékén, a sok abúzus, meg atrocitás. Kérdés, tessék megfogalmazni. Kérdés, kérdés, kérdés. A templomok tetején szedik le a kereszteket. Kérdés, kérdés. Jó, igen. A sok tapasztalattal olyan látod, de hova vezet ez? Szóval az a kérdés, hogy beengedjük a sok arabot Németországba, hova vezet ez? Szedik le a keresztet a templom. Igen. Kicsit pedzegettem már ezt a témát, hogy elég nehéz. És nem nekem kell benne, hál' Istennek, állást foglalnom. És az én véleményem az csak egy hallán kis gyercsalánk, ugye, a sok egyéb vélemény mellett. Nem tudom, hogy hol van a megoldás. A megoldás társadalmi szinten van, és én csak az én véleményemet tudom hangoztatni, hogy egy részt elmondtam, ugye, hogy mindent ismerek abból a szörnyűség körből, amit egy ilyen embernek végig kell csinálnia. Annak az eldöntése nem az én dolgom, hogy most mit kell velük csinálni. Nekem csak saját egyéni kis véleményem van, ami úgy szól, azt meg tudom fogalmazni, hogy én úgy gondolom, hogy ez most olyan, mint egy modern népvándorlás. Nagyon az elején vagyunk. Messze nem az a megoldás, ami történik. És nekem csak olyan földön túli véleményem van a tekintetben. Nagyon egyszerű lenne, ha meg lehetne valósítani, mert csak arról van szó, hogy mindig mellé beszélünk. A történelem során is folyton csak mellé beszéltünk. Azok az emberek, akik meg akarták a világot társadalmi szinten javítani, vagy azok nem találták meg. Az alapban mondjuk egy ilyen marxista féle elméletben ott van, hogy az emberi természet lényege a
háborút Virkena birtokolni és alkotni, ki van belőle az állva, ugye az ember gondolja, akkor nem is vezetett végső megoldásra. Ebben a témakörben mi lehet a végső megoldás? Senki nem mondta még ki, és ha én kimondom, akkor azt mondják rólam, hogy egy álmokfutó őrült vagyok. Senki nem mondta még ki azt ebben a világban, hogy nem szabad fegyvert gyártani, mert az az oka mindennek. Ha lenne mi, akik ezt megmondjuk, és ti, akik ezt megtapsoljátok, és ti is mondjátok, és mire jutunk vele, hol tudjuk ezt véghez vinni, vagy érvényesíteni. Na hát akkor miről beszélünk, ugye? Amíg nem erről beszélünk, addig miről beszélünk? Boldalom. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük még egyszer, és elmondjuk most az asztali imát, és utána ebéd következik. Nagyon szépen köszönjük még egyszer Évának, hogy velünk volt, és sok szeretettel gondolunk rá. A felajánlás ugye arról szólt, hogy ha valahol csecsemő otthonban, szülészeten ott felejtett gyereket találunk, akkor a mai versenypénzt és az ebéd felajánlást is, aki éppen akarja, vagy az újságpénzt is, erre a célra fogjuk odaadni. Sándor Máriát fogjuk megkérdezni, hogy ott az ő szülészetén, csecsemőintézetében nincs-e valaki. Ha nem találunk ott, akkor amíg megyünk, biztos, hogy sajnos fogunk ilyen gyermeket találni. És akkor azt az imát mondjuk, hogy aki magot áld a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, áldja meg asztali közösségünket, és ha tegyük hozzá örökké való Istenünk, áld meg a szegény úton lévő vándorokat, gyerekeket, felnőtteket, akik reménytelenségben várakoznak röszkén és tompán, és te tört meg a gonosz politikusoknak a szívét, akik nem tudnak az ő nyomorúságukba belehelyezkedve abban gondolkozni, hogy amit akarunk, hogy velünk tegyenek, azt kell tennünk másokkal is. Te segíts meg azokat is, akik valami keveset tudnak a nyomorultaknak segíteni, és a szívünkből pedig segíts kivetni a félelmet, a gyűlöletet és az idegenkedést. Hát tudjunk segíteni az embereknek. Kérjünk téged még, hogy áld meg Évát, és áld meg mindazok emlékét, akik ott maradtak Auschwitzban, és a túlélők lelkében is munkálj békességet.